Nak van egy csomó eleme, ami egyrészt nem ismert. Másrészt jellemzi a magyar közállapotokat, hogy én miért kezdtem el Vincentivel foglalkozni, mert nem magamtól egészen, csak magamtól, tehát senki se kényszerített rá, de az impulzust azt egy egyházi személy adta. Nem is akárki, nem püspök volt az illető, tehát nem a hierarchia felső fokán, de egy nem teljesen ismeretlen egyházi személy, akit nyilván mérhetetlenül zavart az, hogy Vincentivel mit csinálnak, viszont saját maga, saját egyházán belül, katolikusról van szó, meg ennyit elárulok, többi ez maradjon jótékony homályban. Tehát, hogy ő nem engedhette meg azt, hogy nyíltan ebben az ügyben eljárjon, mert hogy az egyháza ezt szankcionálja, vagy szankcionálná. És magam is egyébként, ha megkérdeznék, én magamat egy hívő embernek tartom, tehát az én kritikai attitűdöm az nem egy ateista attitűdje, ráadásul római katolikus is vagyok, de hogy ne monológokat tart, csak nagyon röviden azon túl, amit megírtam már, valószínű meg fog jelenni egy hosszabb, mint szenti tanulmány, vagy egy kiadvány, meg nem tudom pontosan a jellegét, de ahogy elkezdtem ezzel az emberrel foglalkozni, egyre szörnyűbb lett. Tehát, hogy volt egy Vincenti képem, gondoltam, hogy egy kicsit bogaras, öreg és szenilis emberke volt talán, meg rendkívül konzervatív és antikommunista, és mondjuk az antikommunizmus az még szimpatikus vonás is, de ahogy így elkezdtem ezzel tényleg így mélyre fúrni, olyan borzalmak kerültek elő, hogy az egészen hajmeresztő, és most ott tartunk, hogy én szerintem dokumentumokkal megfelelően alátámasztható és bizonyítható, hogy 1919. szeptemberében két pogromért, 15 ember haláláért és egy csoportos nemi erőszakért, mint felbújtó felelős. Illetve nem csak mint felbújtó felelős, hanem mint a bűncselekmény feldicsérője is felelős. Ugye a bűncselekmény feldicsérése az, amikor valaki egy bűncselekményt úgy állít be, mint hogyha az mondjuk a társadalom érdekében történt volna, és egy alapvetően progresszív és jó dolog. Vincentének szerencsére kiadták a szentbeszédeit, Vigyázzatok a sajtóval felkiáltójel címmel. Ő aztán gondoskodott arról, hogy ez majdnem minden könyvtárból eltűnjön, de azért van, ahol megvan. Egy Facebook posztban röviden idéztem is ebből. Gyakorlatilag a Der Stürmernek a publicisztikáját, az ugye egy náci lap, úgy nem nagyon különböztethető meg, hogy mi az, amit valamelyik véres szájú náci pártvezér ír, és mi az, amit a későbbi hercegprimás. És szerintem ez nagyon gáz. És az pedig bizonyítható, hogy ezek nem csak ilyen elvont kis ötletek voltak, amit ő leírogatott, hanem hogy ezek tettekre váltak. És ezek a tettek, ezek 15 ember halálához vezettek, meg még egy csomó más embernek a súlyos anyagi vagy fizikai károsodához, mert Tapolcán és Diszelben volt két pogrom, és a pogromot kirobbantó röpcédulák, amiket kiragasztottak Tapolcán és Diszelben a zsidók vagy zsidónak vélt emberek lakásaira, azok kísérteties egyezést mutatnak a Vincenti szentbeszédek szövegével, ami nem lehet véletlen, és hozzáteszünk, itt a pogromba úgy rosszkor volt, rossz helyen nem csak zsidókat gyilkoltak meg, hanem egy keresztény tanárt is, aki próbálta csillapítani az indulatokat. Úgyhogy ennyit a lényeg a Vincent. Mit gondolsz, hogy miért, vagy a te értelmezésedben miért pont Vincentit választják hivatalosan? Ez nagyon fontos kérdés. Hogy példaképként felemeljék. És teljesen nyilvánvaló, hogy miért. Azért, mert Vincent József egy az egybe alkalmas arra, hogy a mostani állami emlékezetpolitika legfontosabb üzenetét tolmácsolja, nevezetesen vagyunk mi, akik jók vagyunk, és a többiek azok pedig a kommunisták, a rosszak. Tehát amikor a Kövér László azt mondja különböző beszédekben, hogy a baloldal az nemzetellenes, vagy a miniszterelnök azt mondja, hogy a baloldal, ahol tehette, rárontotta a nemzetére, tehát a baloldal igazából nem a nemzet része, ez ugyanaz, mint Vincente is mond. Csak ott meg van spékelve azzal, amit ma már nem lehet így mondani, hogy a zsidók se a nemzet része, meg ennek már a relevanciája viszonylag kevesebb, ugyanis mindenki, aki baloldali, az bizonyos mértékben idézőjelbe véve zsidóvá vált a mai Magyarországon. Míg 1944 előtt az, hogy ki zsidó és ki nem zsidó, ez azért a baloldaltól valamennyire elvált. Eleve egy csomó zsidó rajongott Horthy Miklósért például. Tehát ez nem egy olyan egyszerű történet, de ugye mint szentély tudatát ez nem érte el, már akkor sem. És még egy kérdés ez a témához, hogy akkor ezt majd hosszabban elolvashatjuk. Hol fog megjelenni? Azt még nem tudom, de az biztos, hogy úgy szeretném megjelentetni, hogy az interneten elérhető legyen, tehát nem nyomtatott könyv lesz, vagy tanulmány lesz, hanem egy internetes dolgot képzelek most magamnak el, most hogy ez sikerül-e, ez nem rajta múlik, nem biztos, hogy mindenki ki akarja majd adni, de biztos, hogy meg fog jelenni. Ebben a vitában, ami volt az M1-en, négyen vitatkoztak arról, amit írtál. Ott volt valami egyébként, ami olyan volt, amire azt mondod, hogy ez elfogadható, vagy megfontolható? Hát az a helyzet, nehéz értelmeznem a kérdést, mert alapvetően, mivel végig mellé beszéltek, faktuálisan azokat az állításokat, amik ott elhangzottak, annak egy jelentős részét én nem cáfoltam volna meg. Valamit igen, de nem az volt a vitával a probléma, hogy össze-vissza hazudoztak folyamatosan, ez nem volt annyira jellemző, voltak problémák, hanem az, hogy mellé beszéltek. És ezt a Kovács Gergely, aki a mindszenty szentélyavaltási eljárásában a közreműködő, meg is mondta, hogy szerinte az életműnek azokkal a részeivel kell csak foglalkozni, amelyek előremutatnak. Ja, igen. Most ezzel én nehezen tudok mit kezdeni, mert hogy ugye a kérdés az, hogy az előremutatónak vélt részek aránya a nem előremutatókhoz milyen. Erről csak akkor tudunk beszélni, hogyha nem előremutatókkal is foglalkozunk, illetve ha meghívtak volna, akkor persze el tudtam volna mondani, hogy a mindszenty vélt emberi jogi buzgósága, mert ez elhangzott, hogy mennyire védte az emberi jogokat és a nemzetiségi jogokat, ami azért elképesztő pofátlanság. A mindszenty valójában egy igazi hiperasszimiláns volt, ugye Pémi Józsefnek hívták, egy sváb származású családból jött, és pontosan ugyanazt csinálta, mint amit ma Romániában, mondjuk a Csángóföldön a román görög-keleti papok a csángókkal, akik ott ugye a csángókat romanizálják, a magyar katolikus egyház pedig arról volt sajnos híres a 30-as években meg előtte, hogy a magyar szupremácia hirdetője volt, és a nemzetiségi vidékeken alapvetően elég erőszakosan magyarosított. Ez azt jelentette mondjuk, hogy a német faluban nem volt német mise. És ha valaki német misét kért, akkor a legkevesebb az volt, hogy nem kapott. A egyházi fenntartású iskolákban amennyire lehetett csökkentették a nemzetiségi nyelv tanítását. És konkrétan mindszentynél, ő neki ugye volt egy ilyen akciója, a Muraköz visszatérése, az neki egy ilyen szívügye volt. Most a Muraközben a lakosságnak kevesebb, mint 1%-a volt magyar nemzetiségű. És ő egy missziót látott abba, hogy ezeket az embereket ott ő megmagyarosítsa. És a mi szempontunkból nyilván minél több magyar van, annál jobb, ezt meg lehet közelíteni így is, csak felteszem azt a kérdést, hogy mit érnek nekünk azok a magyarok, akik úgy lesznek magyarok, hogy ők nem akartak azok lenni, és őket erre kényszerítik. Tehát lehet, hogy túl erős az emberi jogi vénám, de én azt mondom, hogy akkor inkább maradjanak horvátok, és legyünk egymással békés viszonyba, hogyha az a kérdés, de az, hogy őket erőszakkal magyarosítsák, ezt már csak azért sem szeretném, mert nem kívánhatok másoknak olyat, amit nem szeretném, hogy velem tesznek. És speciál a magyar nemzetnek mondjuk az egynegyede él olyan helyzetben, hogy erőszakos asszimilációnak van kitéve, tehát nekünk kifejezetten empatikusnak kellene lennünk azokkal szemben, akik ennek az áldozatai. És a Mindszenty ezen a téren tényleg olyan volt, mint egy ilyen középkori keresztes lovag, nem tudok mit mondani, csak ez túl romantikusan hangzik, mert hogy egy csomó embernek pokolá tette az életét. De nyilván az is alkalmassá teszi, hogy ugye 49 után letartóztatják, a Rákosi féle időszakban börtönben van, 56-ban kiszabadul, tehát 56-hoz mindig kötjük Mindszenty nevét. Ezek azért jó alkalmak, hogy erősítsék. Tehát egy csomó, vannak ténylegesen pozitív dolgok, amik erről az emberről elmondhatóak, mert mondtam, antikommunista volt, lecsukták, megkínozták, de önmagában az, hogy valakit lecsuknak a kommunisták és megkínoznak, az nem lehet ok, hát ezt Rajk Lászlóval is megtették, a saját nagyapámmal is megtették egyébként, aki egy koncepciós perbe volt áldozat, mint vélt háborús bűnös, aztán rehabilitálták. A probléma az, hogy a magyar egyházban egy csomó sokkal alkalmasabb ember lett volna, vagy lenne, akinek a nevét se ismerik valószínűleg az itt ülők, mondok egyet. Volt egy Giszvány Sándor nevű keresztény szocialista politikus, akit aztán a saját egyháza is igazából hát, üldözött és teljesen peremre szorított. A Giszvány Sándor volt az, aki a 19. század végén egy nagy hatású beszédben elmondta azt, hogy a munkás és a munkaadó között köttetett szerződések, azok nem lehetnek kötelező élvényűek azért, mert hogy a munkás biztos, hogy nem teljesen szabad akaratából és minden kényszer nélkül szerződik, míg a munkaadó az egy teljesen más pozícióban van. És ez ma is pontosan ugyanígy van, hogyha valaki el akar menni egy gyárba, nem egészen ugyanazok a lehetőségei vannak neki, mint a gyár tulajdonosának, és éppen ezért Giszvány Sándor azt mondta, hogy már pedig a sztrájk a világ leglegitimebb dolga, és a munkásoknak joga kell, hogy legyen, hogy bármikor sztrájkoljanak. Most ez az ember, aki ki lett radírozva a magyar keresztény szocializmusból. Pedig pont, ja és ugye a Giszvejnek egy antiszemita mondata nem volt, soha. És van még néhány ilyen eset, akik sokkal szimpatikusabbak, vagy mondok másikat, Márton Áron erdélyi püspök neve talán valamennyire ismert. Márton Áronnak is voltak egyébként antiszemita szövegei a II. Világháború előtt, tehát nem gondolom, hogy az valaminek a fokmérője, hogy ki az, aki soha nem zsidózott, tehát nem ez a probléma. Hanem az a helyzet, hogy a Márton Áron ezen túl tudott lépni. Ő volt az első pap, aki már 1939. novemberében háborúellenes prédikációkat tartott. És 44-ben pedig hát nagyon egyértelműen elmondta, hogy itt nem csak a kikeresztelkedett zsidókat kell menteni, hanem mindenkit. Mindszentynek pedig csak is és kizárólag a kikeresztelkedett zsidók kapcsán volt egy-egy jó szava, ha egyáltalán. Jó, a többit majd követjük. Ez a kiugrási kísérlet, ugye ez még erre is fölhívnám a figyelmet, hogyha valaki nem látta, hogy tulajdonképpen eredetileg ez lett volna az a könyv, amiről beszélgettünk volna, csak akkor közben jött a járvány, és akkor ezt egy kicsit elmosta, vagy igazából eltolta. Horthy Miklós a kormányzó és felelőssége 1920-1944, és ugye ebben is van egy fejezet, ami már a kiugrással igen, foglalkozik. Hadd kérdezzek rá közben egyébként, hogyha egy történésznél azt a címet látjuk, hogy Horthy Miklós és felelőssége, ez olyan, mint hogyha valami ellentmondásban lenne. Tehát a történészektől, vagy történészi munkák kapcsán nem szoktunk ilyen témák, vagy címeket olvasni, hogy most valakinek a felelősségét vizsgálom. Hát miért? Hát nem tudom, hogy miért, de szerintem nagyon jellemző. Az igaz, hát, hogy jellemző, de alapvetően ez ennek a szakmának a gyávaságából adódik. Ugyanis van egy ilyen közvélekedés, hogy a történész az ne ítélkezzen, meg a történész nem bíró. Ezzel a következő a súlyos probléma. Egy történész az mindig ítélkezik. Akkor is ítélkezik, amikor semmilyen ítéletet nem ír le formálisan, ugyanis az adatok száma végtelen. Teljesen végtelen egy Horthy Miklós esetén is az, hogy én mit kívánok egy könyvbe fontosnak tartani, és mit nem. Az, hogy én mit választok ki fontosnak, az egy szubjektív döntés eredménye, ami nyilván értéktelített. Én Romsics tanítvány vagyok, és ennek ellenére azt kell mondjam, amikor Romsics Ignác azt írta a legutóbbi visszaemlékezésében, hogy a történésznek semmiféle, hogy is fogalmazta meg, 401. oldalon van, hogy a történésznek úgy kell írnia, hogy abba semmiféle mögöttes értékválasztás nem vezetheti, amit én teljes abszurdumnak tartok. Tehát nincs ember, akit ne vezetne értékválasztás, ugyanis a szerepeltetett információk csakis és kizárólag valamilyen preferenciarendszer alapján kerülnek leírásra. Két eset van. Az egyik az őszinte, amikor a történész feltárja azt, hogy neki mi a preferenciarendszere és mik a szempontja, és ezt megmondja az olvasónak az elején, és akkor lehet vitatkozni azzal, hogy nem kívánok úgymond emberi jogi alapú érvelést olvasni, vagy nem kívánok náci, liberális, kommunista, kereszténydemokrata nézetrendszerű ember műveivel foglalkozni, akkor ezt el lehet mondani, mindenki vetheti magára, meg másra követ, hogyha így jár el. De ez egy tiszta sor. De amikor a történész úgy tesz, hogy ő úgymond objektív, mert ő nem ítélkezik, akkor becsapja az olvasót, akkor rendesen becsapja, átveri, ugyanúgy veri át, mint amikor valaki hamis pénzzel fizet. Mert hogy ő nagyon is ítélkezik abba a műben, csak gyáva kimondani ennek az ítélkezésnek a szempontrendszerét. És az a helyzet, hogy mivel Magyarországon, sőt mindenütt a történészt az állam tartja el, és az állam, mint munkaadó, a munkavállalóval szemben számos preferenciát tud érvényesíteni a legkülönbözőbb módokban, és mivel Magyarország nem egy olyan típusú demokrácia, mint mondjuk Anglia vagy Svájc, ezért sokkal rövidebbre lehet zárni azt a problémát, ha az államnak nem tetszik a muzsika, amit a történész előad a saját kis hangszerén, azaz a könyveibe, és szankcionálni tudja azt, hogyha egy történész nem megfelelő műveket ír, akkor kirúgja. És éppen ezért nagyon sokan menekülnek abba, hogy csak ne legyen baj, és ezért nem írják le a véleményüket. Ennek egy hosszú magyar tradíciója van egyébként, tehát ez nem az utóbbi 12 év, hanem, hogy is mondjam, rendszereken átívelő probléma, de nagyon fontosnak tartom, hogy nincs olyan, most már azt akartam mondani, hogy nincs olyan objektív történetírás, de nem innen közelíteném meg. Felvállalnám bár ezt is. De a legfontosabb az, hogy nincs olyan, hogy valaki azt mondhatná magáról, hogy ő értékmentesen ír. Ráadásul most a második világháború kapcsán miért legyek értékmentes? Miért ne mondjam azt, hogy ez a háború rossz volt, hülyesség volt belépni, semmi keresnivalónk nem volt ott, ha egy évvel később lépett volna be az ország, akkor az jobb lett volna, és hogyha egy fél évvel korábban lépett volna ki, az is jó lett. Miért nem lehet felvállalni ezt a véleményt? Mi ebbe a botrányos? Tehát ezért csodálkozom nagyon, nem a te kérdéseden, hanem úgy általában a hozzáálláson sokak részéről, akik azt mondják, hogy a történész az nem bíró. A történész nagyon is bíró, ami nem a történész nem ügyész, és nem védő. Mert az ügyész meg a védő, az fel van mentve az alól, hogy objektív legyen, mert mind a kettőnek csak egy feladata van. Az egyiknek bizonyítani kell azt, hogy bűnös, és ennek alárendelt mindent. Tehát joga van az ügyésznek, nem kötelessége minden mentőkörülménnyel foglalkozni. Ez nem az ő dolga. Neki a terhelő körülmények kellenek. A védő megfordítva, a védőnek az a dolga, hogy a lehető legenyhébben adja elő azt, ami a cselekmény, és felmentesse lehetőleg a vádlottat. Az a típusú történészi szerep, amikor valaki ügyészt játszik, tehát mondjuk Mindszentyről csak a rosszat írja le, és meg se kísérli megérteni a főszereplőt, az nyilván elvetendő, mint ahogy a védőügyvéd is elvetendő, mert az hagiografia, tehát a történész pontosan nagyon is bíró kell, hogy legyen, aki pro és kontra megvizsgál mindent, amit úgymond tud, és az nagyon helyes, hogyha a szempontrendszerét azt az olvasóval közli, mert hogyha megvan a szempontrendszer, akkor egyrészt ellenőrizhetjük, hogy betartotta-e. Vizsgálata során tényleg megvizsgálta-e azt, amit ő relevánsnak gondolt, tehát tudjuk ellenőrizni a munkáját. Az a történész, aki azt mondja, hogy én nem ítélkezem, annál, és nem írja le a szempontrendszerét, hogy mi alapján nem ítélkezett, ott nem tudjuk ellenőrizni. Ott azt kell hinnünk, de mi alapján hisszük el, hogy ő mindent megírt. Mi az, hogy minden? Szóval ez egy iszonyú izgalmas, hogy de mi a túrót csinál egy történész? Alapvető kérdés. Folyamatosan ítélkezik. Ráadásul valamilyen konstrukciót hoz létre. Nem is tehet mást. Tehát mindenkinek van egy prekoncepciója, hogy mi alapján kezdi el rendezni a számára ismert tényeket egy elbeszélésbe. És ilyen szempontként, hogy én most történész vagyok, de ugye a görögöknél, az antik görögöknél a történetírás meg az irodalom nem is vált el, és én is azt gondolom, hogy egy jó történeti mű az irodalmi értékű is kell, hogy legyen, és például ez az Utak című könyv, ezt ugye alapvetően nem én írtam, ezt a kitörésben résztvevő többségében német, illetve néhány magyar katona írta, és nem állítom, hogy ezek feltétlen mind veretes irodalmi szövegek, mint egy Arany János vers, de mégis van bennük szerintem már a stílus és az egészen abszurd helyzetek miatt is, amik leírásra kerülnek, irodalmi érték. Igen. És mindez, ugye, tehát hogy nem tud a történész objektív lenni, csak azért, hogy a fiatalabbak közül valaki félreértse. Ugye ez nem azt jelenti, hogy a források meg a szakirodalom egy részét mondjuk nem veszem figyelembe, hanem mindent figyelembe veszek, amit lehet, de attól még van egy saját véleményem. Ezek alapján, és mondjuk, hogyha az előzetes véleményemnek a források ellent mondanak, akkor a véleményemet változtatom meg. Ez nyilvánvaló, de minden történeti munka eleve azzal kell, hogy kezdődjön, hogy a szerző úgymond a kutatás állását áttekinti, és tisztázza azt, hogy mik azok a kutatási eredmények, amik ismertek és validak, és leírja, és akkor különböző lábjegyzetekben szerepelnek ott a művek, és talán azt is ki kell fejteni, hogy ehhez képest mi az az új, amit ő hozzá tud rakni, mert általában mindennek vannak előzményei, tehát egy kontextusba kell a saját szövegét helyeznie, de és nyilván a történész súlyozhat, hogy a Dörmögödömötörrel nem foglalkozik, de a századokkal például, ami egy történészi szaklap, igen. A legfontosabb az, hogy ezt az elején mondja el az olvasónak. Tehát, hogy ő milyen koncepció alapján, milyen új adatokból kíván valamit mondani nekünk. Mert akkor tudjuk ellenőrizni. Jó, akkor még egy kicsit nem mennék erre a kiugrásra, ahogy említetted a háborúba való belépést. Igen. Tehát 1941. június végén, amikor beléptünk a háborúba, akkor vagy ezzel kapcsolatban nagyon jellemzően olyan elbeszélések vannak, amik kort itt igyekeznek felmenteni. Illetve olyan elbeszélések vannak, amelyek azt mondják, hogy hát törvényszerű volt, nem maradhattunk volna ki, geopolitikai helyzet, más választás nem volt. Hogy áll akkor ez a háború, vagy a háborúba való belépés is, és ebben a Horthynak a szerepe? Meg hogy törvény alapján joga igen. volt bejelenteni a... Kezdeném ott, hogy szerintem ami nagyon hasznossá teszi az ezzel kapcsolatos diskurzust, hogyha azt tisztázzuk, hogy nem mi voltunk, akik beléptünk a háborúba. Tehát a jelenlévők egyike se lépett be. Ez ugye 70 valány évvel ezelőtt volt, és nagyon fontos, nem történészként egyébként is, de ha nem történészek vagyunk, akkor is nagyon fontos tudatosítani, nem mi vagyunk a történet szereplői. Tehát nem mi harcoltunk Mohácsnál, nem mi voltunk a honfoglalók, és nem mi voltunk ott 56-ban, már csak azért is, mert csak van egy nagyon szép anekdotám erről, hogy amikor az MSZNP először tárgyalta azt, hogy Nagy Imrét rehabilitálni kell, akkor Kovács László, akkori külügyminiszter megszólalt, hogy tulajdonképpen akkor a másik oldal is mi voltunk. Ez egy nagyon szép, már freudi elszólás, hogy igazából 1956 az MSZNP projektje volt pro és kontra mindkét oldalon. Kovács László, aki ugye 56-ban nem csinált semmit se, jobban tette volna, ha tartja magát azt, hogy nem ő. Ő nem volt ott sehol. Akkor. Nagyon fontos ugyanis, hogy tudjunk távolságot tartani. Nekem van közöm a második világháború aktoraihoz, mert felelős vagyok az emlékezetükért. Tehát felelős vagyok egyrészt a halottakért, a halottak emlékezetért, felelős vagyok a tettesek emlékezetért, felelős vagyok azért, hogy a bűn legyen kimondva, illetve az áldozatok el legyenek síratva. Ezért mind felelős vagyok. És ennek van egy nemzeti volumene. De ez a felelősségem nem ugyanaz a felelősség, mint hogyha én lettem volna az, aki ott hadat üzen, vagy kimondja a hadi állapot beálltát. A konkrét kérdésre, ez egy iszonyú érdekes dolog. Egyrészt össze tudjuk hasonlítani az első meg a második világháború kitörését. Ki tudja nagyjából, hogy meddig tartott az első világháború esetében, amíg a Ferenc Ferdinánd meggyilkolása után a monarchia végül elszánta magát arra, hogy hadat üzent. Halljak tippeket, hogy mennyi időt telt el a két esemény között. Bár lehet blöffölni, semmi tétje nincs, tehát nem... Mégis mit gondoltok? Egy hét, két hét, egy hónap? Igen, igen, több mint egy hónap volt. Ez azt jelenti, hogy több mint egy hónapon keresztül zajlott a húzavona, hogy de igen, de nem, ha ez történik, akkor az történik. Tehát, hogy próbáltak a döntéshozók valamilyen forgatókönyveket csinálni és mérlegelni, hogy ez megéri-e vagy sem. Végül rossz döntést hoztak, de egy hónapig tartott, még megszülték ezt a döntést. A második világháborúban ez a sztori ez úgy nézett ki, hogy a Bárdossy László miniszterelnök alapvetően nem akart belépni a háborúba, mert tudta, hogy ebből ki kell maradni, semmi értelme. Magyarország így is túl sokat kapott már a revíziókkal, amit meg se tud emészteni, és valahogy rá lehetett venni a Horthyt is arra, hogy júni 22-e után vonuljon el két napra vadászni, és így ki lehetett vonni a forgalomból. És akkor Horthy hazajött, a honvédvezérkar főnöke egyszer csak megjelent nála azzal a hírrel, hogy szovjet gépek bombázták Kassát, és 5 perc alatt eldöntötte ezt a kérdést. 5 perc. Tehát amire a monarchiának több mint egy hónap kellett, az nála kevesebb, mint 5 perc volt. És ebből látjuk azt, hogy vajon mennyit gondolkozott ő ezen a dolgon, mennyire mérlegelte pro és kontra azt, hogy itt mi van. És ennek kapcsán előkerült egy nagyon érdekes, eddig ismeretlen forrás, nevezetesen tök meglepő módon Sztójai Dömének a bizonyos táviratai Berlinből. Ezt a Juhász Gyula publikálni akarta a Diplomáciai Iratok Magyarország Külpolitikájához 6. kötetében, de ez nem jelent meg, és ezt a hagyatékot ezt én kaptam meg az özvegytől, de nagyon sokáig nem juttam hozzá. A lényeg az, hogy a Sztójai, aki egy teljesen elfogult német barát volt egyébként, tehát nem lehet azzal vádolni, hogy ő ne akart volna mindenképp belépni ebbe a háborúba. Miután Magyarország belépett, kénytelen volt egy igazoló jelentést írni Bárdossy László miniszterelnöknek azért, mert korábbi táviratai a Bárdossynak nem tűntek egyértelműnek, ugyanis voltak olyan táviratok, amiben a Sztójai azt írta, hogy a németek nem akarják, hogy Magyarország belépjen a háborúba. És akkor az igazoló táviratban a Sztójai rámutatott, hogy csak ugyan a német... magasrangú német körök többször és nyomatékkal mondták neki, hogy semmiképpen se akarják, hogy Magyarország belépjen a háborúba, mert hogy annak mindig ára van, és viszont mivel, hogy a németek lehetséges, hogy mégis majd fogják akarni, hogy belépjünk, a leghelyesebb az az lenne, mondja Sztójai, hogy a legfelsőbb helytől, azaz a Führertől személyesen föl kellene tenni neki a kérdést, hogy igen vagy nem, mert hogyha a Führer azt mondja, hogy nem, akkor az nagyon jó, mert amikor majd mégis azt kérik, hogy lépjünk be, akkor kérni lehet érte valamit. Ha meg azt mondja, hogy igen, akkor úgyis belépünk, mert egyébként szívesen beléptünk volna, de így még kaphatunk is érte valamit. És azt kell, hogy mondjam, hogy a Sztójai ezen a ponton egy professzionális diplomata látszatát kelti, legalábbis mindenképp sokkal okosabb, mint Horthy Miklós, aki ingért csinálta. Tehát nem kapott érte semmit, ráadásul tehát milyen magyar politikai célt lehetett még elérni. Tegyük fel, hogy a németek megnyerik a második világháborút. Ez miért lett volna nekünk? Egyrészt jó. Volt aztán egy ilyen ötlete Horthynak, ez is mutatja a szellemi szintjét, hogy Galíciába aztán határmódosítást akart kérni, ami azért is ciki, mert ez a galíciai határmódosítás, ez ugye a baráti lengyel néppel szembeni határmódosítást jelent, még akkor is, ha konkrétan a területen ukránok éltek, de hát az lengyel terület. És hogy ezt a kis agyába hogy rakta össze, hogy akkor az emigráns lengyel kormány valami mit fog szólni ehhez. Szóval ez egész elképesztően síralmas, hogyha azt így megvizsgáljuk, hogy mennyire értelmetlen és felesleges volt ez így, és hogy még arra a kérdésre válaszoljak, hogy amúgy is be kellett volna lépni. Egyrészt ebben azért annyira 100%-ba nem lehetünk biztosak, mert például a Bulgária, hogy nem mégse lépett be. Tehát a bolgárok azok megúszták ezt az egész sztorit úgy, hogy katonailag egy katonát nem küldtek a keleti frontra. Magyarország sokkal nehezebb helyzetben volt azért, mert hogy korábban 2 alkalommal is német döntőbíráskodással kapta meg azokat a területeket, amelyeket megkapott. Ráadásul volt egy teljesen fanatizált elmebeteg közvélemény, amelyik elhitte, hogy ez egy reális politikai program, hogy az 1000 éves határokat vissza lehet állítani. Miközben, ha megnézitek azt, hogy az 1000 éves határokon belül magyarság aránya mi volt, akkor teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy ez demokratikus módon nem ment volna soha. Tehát ahhoz csak rámenni 4 millió szlovákot, hogy Magyarországon lakjon, az csak, hogy is mondjam, adminisztratív és erőszakszervezetek módszerével lehet. De ráadásul az arányok miatt egyszerűen nem lehet integrálni 51% nem magyart. Tehát az arányokat gondoljuk már végig. Akik ráadásul a születésszám alapján folyamatosan csak nagyobb és nagyobb többségbe kerülnek, már monarchia alatt is. Úgyhogy ezek nyilván kényszerpályákat jelentettek a magyar politikának, de az, hogy mikor lépünk be, mennyi erővel lépünk be, milyen feltételek mellett lépünk be, vagy most ugyanazt a hibát követtem el, lépnek be azok, akik beléptek, az egy nyitott kérdés. Oké, és mi van a kassai bombázással? Mert akkor jön a következő, hogy de hát ezért bombáztak minket a szovjet gépek. Nem minket, őket. Igen. Schaffhausent is bombázták az amerikai gépek, és Svájc nem üzent hadat az amerikai Egyesült Államoknak, erre ezt tudom válaszolni. Az USA lebombázta a belgrádi kínai követséget, mégse tört ki a kínai-USA háború. Itt az a kérdés, hogy ha ürügyet akarunk, akkor az is ürügy, hogy Molotov 2-t körögött. Ezen az alapon is meg lehet őket támadni. Ennek az egész kassai bombázásnak azért a dimenziója, tehát nem emlékszem most hány halálos áldozata volt, és mekkora volt az anyagi kár, de egy Tisza árvíz az mondjuk ennek a 100-szorosát okozta 1940-ben, tehát nem egészen látom arányosnak. És milyen információik voltak nekik erről a bombázásról? Teljesen korrekt, pontos információ? Hát meg se várta azt, hogy erről kiderüljön, hogy mi történt. Ja, értem. Hát 5 perc. Mondták neki, hogy valószínű szovjet gépek voltak, akkor menjünk. Meg se várta azt, hogy legyen egy jelentés arról, hogy akkor most milyen bombák, van-e repesz, lőszer szakértő, semmi ilyesmi nem volt. De valaki, tehát hogy erről az 5 perces döntésről, vagy mindegy, hogy 5 vagy 6, tehát hogy valaki erről így beszámolt, és persze. Igen, oda tettem ezt a jelentést, és hamarosan érkezett a reakció, hogy hadat üzenünk. Tehát, hogy ez így leírta. Hát, erről a jelentéstevő, vagy valaki. Erről az Ullán Levicki Antaltól tudunk, aki a Bárdos egyik beosztottja volt, aki rögtön az eset után találkozott Bárdosival, aki teljesen letargiába dőlve ült egy széken, és azt kérdezte az Ullányrészt, hogy mi történt itt, és nem érted? Azt akarta, hogy belépjünk, hát akkor belépett. 5 perc kellett neki erre, ennyi volt. Tehát, és ez nyilván szimbolikusan értette az 5 percet. A Vert előadta, hogy mi történt. Ugye a Horthynak mindig volt egy ilyen mániája, hogy ő keresztes hadjáratot szervez a bolsevizmus ellen. Hangsúlyoznám, tök szimpatikus az ötlet. Tehát elvileg ez nem egy rossz dolog, de vannak realitások, meg tehát most nekem 2 gyerekem van, azóta, hogy van ez a 2 gyerek, úgy jobban bele tudom élni magam egy olyan kérdésbe is, hogy most őket elküldeném egy háborúba. Van olyan, amikor azt mondom, hogy igen, de ebbe biztos, hogy nem akartam volna elküldeni őket. Ez nagyon jól beleillik egyébként, ez Horthyval kapcsolatban, hogy Horthyról abba a képbe, ami kialakult bennem. Nem csak most, de ez a kiugrásra foglalkozó könyv nagyon megerősítette, hogy ez egy olyan könyv, ami nagyjából óráról órára végigköveti az eseményeket. Egészen elképesztően részletességgel. És pontosan, logikusan leírja, de néha már nem tudtam én sem, hogy most akkor Horthy most ezt kiadta, ezt a proklamációt visszavonta, megváltoztatta, aláírták a fegyverszünetet, nem írták alá a fegyverszünetet, most ezt mondta a miniszternek, azt mondta, biztos tudod, gondolt, hogy most mire gondolok, de mielőtt ebbe belemennénk, mi az, ami motivált arra, hogy egy ilyen alapos munkát csak a kiugrási kísérletre szenteljük? Hát ennek az egésznek a genezise összefügg a Horthy könyvvel. Horthy könyv az úgy született, hogy megkeresett engem először a hogy hívják, Köves Lomónak a alapítványa. Valamikor, amikor volt éppen valami közéleti botrány, hogy írnék-e nekik egy anyagot Horthy Miklósra, amit ők terjesztenének akkor középiskolákba, mert hogy hát itten tudáshiány van. Én idióta azt mondtam, hogy nem jól megcsinálom. Mondtam, hogy teljesen nevetségesen alacsony összeget, végülis pedagógiai feladatról van szó, és nem gondoltam végül, hogy pont nekik aztán rengeteg pénzünk van. És akkor megcsináltam, és akkor gondoltam, hogy akkor ez meg is fog jelenni. Eltelik 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap, nem történik semmi. És akkor egy idő után akkor megkérdeztem, hogy akkor most mégis mi van. És akkor hát az nagyon jó, ezt bármikor elő lehet venni. És nagyon jó, hogy ez megvan. Mondtam, de nem azért itt, hogy bármikor elő lehessen venni, hanem hogy jelenjen meg, és hogy az itt ülők is bármikor elő tudják venni, és akkor ebből egy némi vita keletkezett, mert ők úgy gondolták, hogy ők ezt nem adják ki. Nyilván nem tetszett nekik a végeredmény, pedig azt úgy borítékolni lehetett az én esetemben, hogy mire fog ez kifutni, szóval azért ennyire ők se lehettek hülyék. És akkor végül némi vita után abban maradtunk, hogy akkor felejtsük el egymást, én hadd foglalkozzam ezzel a szöveggel a továbbiakban úgy, ahogy akarom, és akkor nekik ez még nincs közük. És írdatlan mázli volt, mert amit eredetileg írtam, az egy utólag azt mondom, az egy nagyon felületes anyag volt, nyilván sokkal rövidebb is, és akkor viszont ettől egyrészt nagyon mérges lettem ettől az egész dologtól, ami feltűzelt arra, hogy írjak, és akkor ebből lett ez a könyv, ami az eredeti hossznak mondjuk az 5-szöröse. És amikor ezt írtam, akkor majd a kiugrásnál éreztem, hogy ebben még egy csomó dolog van, amit ki lehetne fejteni, És miután ez a könyv megjelent, kaptam egy felkérést arra, hogy írjak egy szócikket a kiugrásról egy lexikon számára, és a szócikk írás kapcsán jöttem rá, hogy itt alapvető dolgok nincsenek tisztázva, és akkor attól is vérszemet kaptam. És akkor ebből ezért lett ez a bizonyos könyv. Tehát mind a két könyv ilyen nem kívánt terhesség volt, mert hogy teljesen más könyveket akartam írni, de elkapott a gépszín. És mi volt az, ami úgy néztél, hogy tisztázni kellene, mert ugye eddig nem volt tisztázva? Hát, egyrészt az eseménytörténetet is, de szerintem a legizgalmasabb az a dolognak a fikciós része. Tehát, hogy a kiugrás résztvevőinek egy nagyon nagy részét évtizedeken keresztül foglalkoztatta az, hogy miért nem másképp történtek a dolgok. Tehát mi lett volna, ha a kérdés, ez ott volt az életükben nagyon erősen, és ennek rengeteg nyoma van, komplett vitalevelezést folytattak ezek egymással az emigrációba évtizedeken keresztül. És ha már felelősségről beszélünk, ugye a felelősségről, meg mind jogi, mind morális felelősségről csak akkor tudunk beszélni, ha egyrészt van szabad akarat, másrészt van mozgástér. Tehát, hogyha Horthynak nem volt más választása, mint a hadüzenet, vagy a hadiállapot beállta, akkor ő nem felelős, hiszen nem volt más választása. Akkor persze tisztázik le, hogy miért nem volt más választása, de amennyiben azt tudjuk valakiről mondani, hogy voltak választásai, de a választásokból nem A-t, hanem B-t, vagy C-t, vagy D-t választotta, akkor érdemes vizsgálni, hogy miért, és mi történt volna, ha nem azt választja. És elvileg ez a mi történt volna, ez nyilván egy bizonyos ponton értelmetlen. Tehát annak nincs értelme, hogy azzal foglalkozunk, hogy mi történt volna, ha a magyar hadipar kifejleszti a csodafegyvert. Tehát mondjuk, ha lett volna a magyar atombomba második világháborúban, ennek azért nincs értelme, mert túlságosan sok tényezőnek kellene megváltoznia egyrészt ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, és éppen ezért nem reális választási lehetőség. Annak sincs nagyon értelme szerintem, hogy azzal foglalkozzunk, hogy mi lett volna akkor, hogyha Vajk nem dönt úgy, hogy István lesz, és nem veszi fel a kereszténységet, és azért nincs értelme, mert bár akkor biztos tök izgi lehetett Koppánynak és társainak, de történetileg elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb ne tagozódjon bele Magyarország a nyugati kereszténységbe, mert annyira erős erők szóltak emellett. Horthy esetében és a kiugrás esetében viszont itt tényleg az egész sztori leredukálható igazából egy mondatra, vagy hogyha nem arra az egy mondatra, tehát hogy mi van a proklamációban, az van, hogy ő már fegyverszünetet köt, vagy fegyverszünetet kötött. Kettő nem teljesen ugyanaz. Illetve Horthynak van egy viselkedése, amit mindenki, mint beosztott mással. Hát nem is tehet mást. Ő az ország államfője, egy katona, amilyen a mosdója a törölköző, ez az én teóriám, és ez a kiugrás sikertelenségén azért látszik, mert hogy miért, és ezt mondták is egyébként a különböző tábornokok, amikor döntési helyzetbe kerültek, hogy miért döntsek én másképp, mint a felettesem. A felettese ugye fogta magát, és harc nélkül megadta magát a németeknek. Miért döntsek én, mond hadtestparancsnok másképp? Miért oldjam meg azt, amit ő nem oldott meg? Tehát ennek a könyvnek talán ez az a lényege, hogy én az eseménytörténet mellett megpróbáltam egyrészt a mi lett volna, ha forgatókönyvet is vizsgálni, és az a vicces, hogy ezt a mi lett volna, hát egyébként ez annyiból nem fikció, hogy irdatlan mennyiségű tény alapján lehetett vizsgálni, ami lett volna hát, mert hogy megnéztem több mint 300 személyi dossziét, és tudtam nézni, hogy az érintett hogy reagált egy helyzetre. Például lehet vizsgálni azt, hogy amennyiben valaki egyértelmű parancsot kapott, amivel nem volt teljesen kompatibilis a németek elképzeléseivel, akkor végrehajtotta-e? Válasz igen. Tehát ezek a katonatisztek arra voltak szocializálva, hogy parancsokat hajtsanak végre. Példa 44. július 6-án az első páncélos hadosztály arra kapott parancsot, hogy vonuljon Budapestre Esztergomból, mert elterjedt az a hír, hogy Horthyt meg akarják pucsolni, és Horthy parancsot adott ennek a hadosztálynak, hogy jöjjenek ide. 24 órán belül itt voltak. Senkibe fel sem merült a beosztottak közül, hogy ő ne hajtsa végre a parancsot, amit kap. 44. október 15-én ott álltak Kiskunlachháza mellett, és várták, hogy akkor kapjanak parancsot. Nem kaptak. És azon gondolkozom, hogy maradjunk-e itt ennél a 44. július 6-ánál, vagy térjünk vissza. Hogy október 15-e, amikor megpróbál kiugrani Horthy, és elhangzik a proklamáció. Ezzel kapcsolatban is a leggyakoribb értékelések vagy vélemények, vagy talán a leggyakoribb az, hogy Horthyt a tisztjei azért elárulta. Vagy az, hogy mondjuk a németek már eleve mindent tudtak. Igen, ezek nem igazak. És pedig azért nem igazak a vezérkar árulása. Tehát egyrészt először Horthy árulja el saját magát. Tehát van egy fegyveres szünet, amit október 11-én aláírnak Moszkvában, Horthy határozott utasításai alapján. Tehát Horthy Miklós tudja, hogy Moszkvában mit írtak alá. Azt írták alá, hogy 10 napon belül ezt ki kell hirdetni, és 10 napon belül Magyarországnak hadat kell üzennie Németországnak. És amikor Horthyt megkérdezték a bizalmas, hogy ezt mégis hogy fogja megoldani, akkor azt mondta, hogy hát ezt majd valahogy megúszom. Tehát ilyen megoldjuk okosba, ő ezt gondolta, hogy ezt így lehet. És tehát ez mégiscsak nem államfőhöz méltó azt gondolni, hogy a Kárpát-perencében itt van 250 000 német katona és 800 000 szovjet, és ezek mind fogják, és ja, akkor ti kiszálltatok, mi akkor most odébb megyünk. Ez gyerekes, egyszerűen gyermeteg ötlet ez. És azután, hogy a Horthy így viselkedett, miért csodálkozunk azon, hogy mindenki más is. Ez egyik, a másik pedig a vezérkar, tehát tagadhatatlan, hogy a Honvéd vezérkar főnöke Vörös János nem állt a helyzet magaslatán, mint hogy a miniszterelnök Lakatos Géza is totálisan alkalmatlan volt, és hogyha ez a két ember mondjuk egy ilyen Bethlen István jellegű ember lett volna, akkor Horthyt adott esetben át tudták volna rángatni valahogy a Rubikonon. De hát Horthy utólag jóváhagyott mindent, amit ez a két ember csinál. Ugye az eseménytörténetet értsük, van a kormányzói proklamáció, először Horthy azt mondja, hogy ő majd úgy döntött, hogy fegyverszünetet fog kérni, jövő időben igazából. Most azt mondja, hogy fegyverszünetet kértem, de hogy ennek mi a végeredménye, azt nem mondja el a proklamációban. Ezek után a honvédvezérkar főnöke kiad egy olyan magyarázatot, hogy ez nem azt jelenti, hogy le kell tenni a fegyvert, hanem még folynak a tárgyalások, aminek a kimenetele bizonytalan. Ez ugyan egy hazugság volt, mert hiszen már aláírták, de ezzel, aki ezt olvasta, tényleg nem tudhatta, hogy akkor most mi van, és Horthy ezen először felháborodott, majd jóváhagyta. És az egészet azért is érdemes elképzelni, mert a sztori az mind Budapesten a várba játszódik le, országos Széchenyi könyvtár úgy megvan mindenkinek. Voltatok már ott? Tehát az OSK-ban van részben a kormányzóság, illetve Horthy meg a testőrség, és ott tárgyalnak ezek az emberkék, nagyjából az általános olvasó alatt egy emelettel. A mai köztársasági elnöki palmot, a Színház utca 7, az a miniszterelnökség, és mellette a Karmelita, a Honvéd vezérkar főnöksége. Tehát ez a három épület a agytröszt. A Királyi Palotában ott van 350 állig felfegyverzett testőr, és van még a Bécsi kaputér és a Királyi Palota között 800 másik katona, akik szintén állig fel vannak fegyverezve, és hűek Horthy Miklóshoz. Ezt fontosnak tartom. Magyarán, ha Horthy átküldött volna egy testőr szakaszt mondjuk a Honvéd vezérkar épületébe azzal, hogy már pedig parancs van, tessék végrehajtani, akkor kész. Nem lett volna appelláta. És ugye van is ez a példa a Ruszkicai Rüdiger Imrével, nem tudom, emlékszel az esetre, a könyvből emlékszel rá? Nem tudom. Akkor elmondom. Tehát a Vörös Jánost ugye most már bemutattam, hogy ő a Honvéd vezérkar főnöke, aki kiadja ezt a magyarázó parancsot, hogy ezt nem úgy kell érteni, hanem amúgy, miközben mindenről pontosan tudott. A honvédelmi miniszter első helyettese egy Ruszkicai Rüdiger Imre nevű vezérezredes volt, aki tulajdonképpen egy ilyen gazdasági csúcsmenedzser volt, igazából a magyar hadiparnak ő volt az atya. Semmiben nem avatták be szembe Vörös Jánossal, tehát teljesen kihagyták, mert a Horthy rühelte, mert német származású volt, ott egy tök tisztességes ember volt, aki állandóan betartotta a németeknek, amikor azok túl sokat követeltek. Ruszkicai meghallotta ezt a parancsot, kiadta a HM őrzászlóainak az utasítást, hogy aki be akar hatolni a HM-be, azt le kell lőni, már pedig itt a következő kormányzói utasítást meg kell várni, hogy mi van, de teljesen egyértelmű vége a németekkel való együttműködésnek. És amikor visszakérdeztek, hogy akkor is lőjünk, hogyha német harckocsik jönnek, mondtam, hallották, ez a parancs. És akkor aztán később egy ilyen hosszas húzavona kezdődik, amikor az egyik tiszt este felkelti Ruszkicai Rüdigert, aki el se hagyja a hámet, hanem egy ilyen csíkos pizsomába ott alszik a saját irodájába, és arról folyik egy óriási vita, hogy mi az a pont, amikor nincs értelme az ellenállásnak. És mivel a Ruszkicai Rüdiger is csak azt tudhatta, hogy a vár, azaz Horthy Miklós tököl, és nem csinál semmit, egy idő után ő is beadta a derekát, és azt mondta, hogy jó, ha csak gyalogos katonák jönnek, akkor azokra lövünk, hogyha harckocsik, akkor azokra nem lövünk. De hogy ide eljutott, ez egy hosszas meggyőzés kellett egyrészt, másrészt annak az átélése, hogy tényleg a kormányzó is tulajdonképpen igazából nem tudja, hogy mit akar. Ez azért átjutott hozzá is. Ez volt számomra a legérdekesebb, vagy legmegdöbbentőbb egyébként, hogy Horthy, ugye van egy tárgyalás Faragóval, ugye a szovjetekkel, és egy fegyverszünet aláírják, és egyszerűen nem tudom, hogy te mondhatom, hogy hazudik a saját kormányának. Hát a kormányának nem, mert a miniszterelnöke tudott róla, a Faragó Gábor volt, ugye, aki a Moszkvába kiküldött fegyverszüneti bizottság. Ő volt az, aki egy fekete cipőt szeretett volna. Igen, de ellopták Besztercebányán a cipőjét, és... Azt mondd már el, kicsit egy lazább történet. Itt két probléma volt, ilyen ruházati, az egyik, hogy a Faragónak a Besztercebányán eltűnt az egyik pár fekete lakcipője, a másik pedig, hogy nem volt rendes ruházata sem, tehát azt hiszem volt rendes ruházata, de az akkori diplomáciai protokoll szerint mondjuk egy ilyen zsakett vagy mit kellett volna neki hordania, és neki az nem volt, hanem csak egy normál öltönye volt. A Szentéványi Domokosnak viszont volt zsakettje, és emiatt, amikor először találkoznak a Kremlben Molotovval, akkor a Molotov azt hiszi, hogy a Szentéványi a vezető, és amikor kiderül, hogy a Faragó az, akkor megsértődik, hogy micsoda dolog, hogy ennyire se tisztelnek meg bennünket, hogy még fel se tudnak öltözni egy ilyen alkalommal. És akkor itt érdemes elmondani még egy dolgot, ami azért izgi, hogy minden amatőrködés dacára hasonlítsuk már össze a román meg a magyar helyzetet. A magyar félnek, amikor megtörténik a kiugrás, van egy aláírt fegyverszüneti megállapodása. A román félnek, amikor megtörténik a román kiugrás, nincsen aláírt fegyverszüneti megállapodása. Ez azt jelentette, hogy tehát a románok ugyanúgy, hogy Horthy hazudott, amikor ezt a kormányzói proklamációt leadta, a román király is hazudott, csak pont fordítva. Ő ugyanis azt mondta a rádióba, hogy fegyverszetet kötött a szovjetekkel, miközben nem is kötötte még meg. De mivel azt mondta, hogy fegyverszetet kötöttem, ezért a román hadsereg úgy is tett, mintha fegyverszünetet kötött volna. És akkor az történt, hogy a szovjet hadsereg ugye nyomul előre, minden román katonát fogságba ejtenek, elvisznek Szibériába, és amikor a románféle ilyen kéréseket kezd támasztani, hogy hát de nem lehetne azt, hogy Bukarestben ne vonuljanak már be, vagy tudom én, ne vigyék el az embereket hadifogolytáborba, akkor ugye a Molotovics szétterje a kezét, hát kérem, hát mi alapján? És akkor szeptember 11-én, tehát eltelik 3 hét, szeptember 11-én végre a román kormány kap egy meghívót a fegyverszünet aláírására. Megjelenik a román delegáció, és azt hiszi, hogy itt majd tárgyalni lehet. És akkor van egy papírlap, meg Molotov mutat, hogy kérem szépen, lehet aláírni, de nem kell, tehát ha nem akarják, akkor nem kell aláírni. Akkor haza lehet menni, és akkor minden marad a régibe. És ez nagyon megalázó volt ez a román félnek. Ráadásul pont október 15-e, azt hiszem az a nap, amikor a szovjet fél úgy, hogy van, kirúgja a komplet román közigazgatást Észak-Erdélyből. Mert a fegyverszünetben nem volt semmilyen passzus arra nézve, hogy Erdélyben ki az, aki a közigazgatást vezetheti. Annyi volt csak, hogy háború után Románia megkapja Erdélyt, vagy annak nagyobb részét. Ez volt az ígérvény. Na most eleve ugye a Király Ágon inneni történet az nem Erdély. Tehát Nagyszalonta, Arany János városa, Nagyvárad, Szatmárnémeti. Most mindenki így képzelje ezt el, hogy de most már nincsenek határok az Európai Unióban, de mégis ezek alkutárgyai lehettek volna, annál is inkább, mert hogy 1940-ben a román fél, még mielőtt megtörtént volna a második bécsi döntés, 5000 négyzetkilométert maga is felajánlott. Tehát ők egy ilyen párciumi sáv átengedését azt úgy le tudták volna nyelni maguktól. A szovjetek meg azt csinálhattak volna, amit akarnak. Ami azt jelenti, hogy akkor még ugye 44 októberében is lett volna lehetőség, hogy egy másfajta döntés következtében területeket kapjunk vissza a Trianonhoz képest. Hát ezt én meg is rajzoltam a könyvben. Igen. Ezt mutassuk már meg, mert... Itt egyszerűen mutatom. Tehát ott látszik a színezés. A pirossal, és azt is elmondom, hogy ezt mi alapján rajzoltam, mert a fiktív forgatókönyv. Tehát nekem ezt alá kell támasztani. Miért gondoltam azt, hogy ez így nézhetne ki? Hát azért gondoltam, mert hogy a szlovák határ az azért olyan, mert hogy azt a szlovák fél 1938-ban, még egyszer mutatom, felajánlotta magától. Tehát az első bécsi döntés előtt volt 3 tárgyalási forduló a magyar és a szlovák fél között bilaterális, azaz külső harmadik vagy negyedik személy bevonása nélkül, amikor arról folyt a húzavon, hogy mi az, amit a szlovákok önként visszaadnak. Ugye Ipolyságot rögtön az elején visszaadták. Ezt hozzá kell tennem, ez ilyen alapon tulajdonképpen nem is értem, hogy na mindegy. És a lényeg az, hogy a harmadik fordulóban a szlovák fél ezt az ajánlatot tette, amit itt látunk, hogy ők ezt visszaadják, és akkor amennyiben a magyarok elfogadják, hogy nincs több követelésük. És a magyar fél az 19-re húzott igazából lapot, mert hogy amit a szlovákok felajánlottak, az annak a területnek a 83%-a volt, amit az első bécsi döntésben Magyarország megkapott. De annak a plusz 17% területnek az volt az ára, hogy el kellett köteleződni Németország oldalán. Úgy tűnik, ez nem volt olyan jó volt. Tehát ha belegondolunk abba, hogy 38-ban egy kicsit több józanság van ezekben a politikusokban, akkor egy csomó emberi tragédia nem történt volna meg. Nem lett volna például Benesi dekrétum, meg egy csomó, nem lett volna Bős Nagymaros egyébként, az se, mert itt a Pozsony-Ligetfalunál azt a csücsköt, azt 45-ben el kellett venni, és csak úgy azért lehetett megcsinálni a Bős nagymarosi vízerőművet, mert hogy volt terület, ahol a Duna két oldalán volt szlovák érdekeltség. Magyarán ezt a szlovák határvonalat én alá tudom támasztani forrásokkal, hogy a szlovák fél ezt odatta volna, sőt még 1943-ban a londoni emigráns kormányon belül is volt erről tárgyalás, hogy tulajdonképpen ebben még bele lehetne menni. A román esetben ott jobban kellett használni az embernek a fantáziáját, mert hogy azt az 5000 négyzetkilométert, amit a román fél úgymond felajánlott, azt nem konkretizálta soha, egy térképet se láttam, még az be lett volna rajzolva. Én azt csináltam, hogy azt a területet, ami közvetlenül a határ mellett van, és 70%-os vagy annál nagyobb magyar lakossága van, azt megnéztem, hogy az mennyi, és az körülbelül 5-6 ezer négyzetkilométer volt, és azt felvettem a térképre, tehát egy viszonylag mechanikus módon. Ez egy fikció, de szerintem az most tök mindegy, hogy az most 5 vagy 6 vagy 7 ezer kilométer lett volna ahhoz képest, hogy nulla lett. Tehát szerintem együtt tudna itt a teremben majdnem mindenki élni azzal, hogyha csak ennek a kétharmada valósul, meg nem. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ha megállapodunk a szlovák féllel, mi ketten, igen, akkor úgy módosul a határ, így van, ahogy rajzoltad, viszont azt mi keveseltük, és egy tulajdonképpen egy minimális többletért kértük, hogy a német és olasz fél is lépjen be, és így ők döntöttek. Így van, a magyar kormány helyett, igen. Több területről a mi nevünkben, és akkor ez már nem két oldalas, és utána nyugodtan benyújtották a számlát. Igen, és ugye az is volt a probléma benne, hogy magyar fél érezte, hogy az lenne a jó, hogyha a döntésbe be lehetne vonni a francia és angol oldalt is, tehát hogy legyen viszontbiztosítás. Ez egy fontos diplomáciai kifejezés, a viszontbiztosítás, hogy minden érdekelt fél fogadja ezt el. És ugye se az angol, se a francia fél nem nagyon akarta azt, hogy ezt ő papíron is aláírja, és csak ilyen semmire nem kötelező érvényű nyilatkozatokat tettek. De az is igaz, hogy a magyar diplomácia nem törte teljesen össze magát annak érdekében, hogy ez a viszontbiztosítás teljes körű legyen. De is nagyon fontos, hogy 40 és kiugrásról beszéltünk, ugye mi van a kiugrás időpontjában? Kiugrás időpontjában a Szlovákiában egy nemzeti felkelés van, ami a szlovák terület egyharmadát érinti. Ha a kiugrás sikeres, ez azt jelenti, hogy a magyar és a szlovák hadsereg az egymás oldalán harcol válvetve. Ezek után nem nagyon lehetett volna csinálni benesi dekrétumokat a magyarok ellen, hogyha a magyar és a szlovák hadsereg közösen harcol. Szintén elég gyakran megfogalmazódó Horthy mellett szóló érv, hogy hát elrabolták a fiát. Október 15-én is zsarolták ezzel, és hát Horthy, mint egy öreg ember, mennyi 77 éves, körülbelül abban az időben, a fia életéért cserében cselekedte ezt. Most ezt ugye egyik részét rövidre zárhatjuk, mert ő egy államfő, tehát azt mondja, hogy most a fiával megzsorolják, az egy kérdés, az más kérdés, hogy államfőként hogyan reagál erre. Tehát nyilván nem lehet fő szempont, de inkább oda akarnék kiukadni, hogy elég érdekes volt ez az elrablás is. Tehát valahogy olyan érthetetlen volt, hogy miért lépnek úgy, miért cselekednek úgy. Horthy meg a fia. Jó, először azért arra mégis reagálnék, hogy a fiával való zsarolásnak volt-e bármi szerepe, és ezt határozottan nemmel tudom megválaszolni, és ez bizonyítható, nevezetesen az, hogy a kormányzói proklamációnak mi a szövege, az azelőtt dőlt egyrészt el, mielőtt a Horthy fiát elrabolják, tehát a dolog születési hibás volt már, illetve mivel nagyon sok szemtanunk van, Horthy környezetéből majdnem mindenki írt valamilyen visszaemlékezést, és ezek ütköztethetőek egymással, és tényleg percre tudjuk szinte, hogy mikor mi történik. Nem nagyon van jele annak, hogy a kormányzót a fia miatti szorongás hozza ezek a rossz döntésekbe, hanem, tehát ennek nem találjuk a nyomát. Viszont annak az alapdilemmának, hogy mi történjen a, úgymond a volt német szövetségessel, annak a dilemmája végighúzódik az egész horthy működésen. És hogy miért ment el a kis horthy az eskü ma március 15-e térre, az egy nagyon izgalmas kérdés, és mutatja egyébként, csatlakozik ez a problémához. Hogy ez az idióta, nem tudok, bocsánat, engem is elragad a hév. Ugye volt egy ilyen vágy, hogy az amerikaiak és angolok dobjanak le a Dunántúlon ejtőernyős hadosztályokat, amiknek a magyarok majd jól megadják magukat. Ez tényleg ilyen klasszul néz ki, tehát leszállnak, és akkor megadjuk magunkat. Ez volt az ideális elképzelése a magyar elitnek, érthető módon, tehát senki se akart kommunizmust, meg vörös hadsereget, mert azért mégiscsak arról rettenetes hírek voltak, és ezek a hírek egyébként úgy alapvetően mindig aznak bizonyultak, ezt lássuk be. És volt egy ilyen remény, hogy majd az Adrián partra szállnak ezek a csapatok esetleg, és egy ilyen nagy hadművelettel ide jutnak. Pont azért, hogy ezt meg lehessen valósítani, a magyar kormány a legkülönbözőbb csatornákon próbálta a nyugati szövetségesekkel felvenni a kapcsolatot, és a nyugati szövetségesek mindig azt az üzenetet küldték, hogy ne velünk tessék tárgyalni, hanem a szovjet féllel, mert hogy ők fognak idejönni. Tehát ez meg lett eléggé egyértelműen mondva. És az is meg lett mondva, hogy az angol szászok egyre, hogy is mondjam, idegesebben reagálnak arra, ezt a Rakolcai ezredes, aki ezeket a tárgyalásokat vezette, le is írta, hogy nem értik, hogy miért nem tudja a magyar fél felfogni a földrajzilag is teljesen egyértelmű helyzetet. Ugye 1944. október 15-én a szovjet hadsereg már elfoglalta az akkori Magyarország majdnem egyharmadát, ezzel szemben az angol csapatok azok Olaszország közepénél toporogtak. Ebben a helyzetben a horthy még mindig hitt abba, hogy van egy reális esélye annak, hogy itt megjelennek majd az angol ejtőernyősök. És nekem van egy eredeti levelem Wilhelm Höttl-től, aki a Német Biztonsági Rendőrség hírszerzésének a vezetője volt Budapesten, és az a eredeti levél egyébként végül semmi újat nem árul el szinte, csak jobban aláhúzza azt, amit a Höttl korábban is elmondott, hogy ő jó pszichológusként rájött arra, hogy a horthy az utolsó utáni szalmaszába is kapaszkodni fog. Tehát ha odadob neki egy sztorit, hogy esetleg mégis jönnek az angolok, a horthy ezt akkor is erre rá fog szállni, amikor már semmi, de tényleg semmi értelme nincs az egésznek, és ez is történt. Tehát azért ment el a kis horthy oda, és ez egyébként nagyon csúnya dolog az apa részéről aztán, hogy igazából az emlékirataiban ezt, hogy letagadta, hogy ő küldte el. Tehát a kis horthy nem magától ment el, csak ugye a két horthy gyerekre azt kell tudni, hogy mind a kettő utálta a politikát. A papájával egyik se volt igazából kibékülve, tehát hogy egy eléggé konzervatív és özönvíz előtti embernek tartották. Tehát nem értettek egyet alapvetően az apjuk elképzeléseivel, és fogalmuk se voltak politikáról. Tehát nem akartak ezzel foglalkozni, és így úgy kerültek bele, mint a Pilátus a krédóba, és az, hogy a kis horthy nem volt úgy felkészülve erre a helyzetre, mint egy államférfi, ezen mondjuk nem lehet feláborodni, ugyanis a kis horthynak nem volt olyan ambíciója, hogy ő államférfi legyen. Sőt, kifejezetten nem akart az lenni. Az apja viszont az akart lenni, és nem volt az. Még egy kérdésre maradnék itt a horthykornál, vagy horthynál egyáltalán, annál, hogy ami szóba jött, vagy fél órával ezelőtt, vagy amit említettél, hogy 1944. július elején felhívják az esztergomi páncélosokat ezzel a Koszorús Ferenccel. Ugye az az alapszituáció, itt ezt arra szokták felhasználni, vagy az az érv, hogy horthy megmentette a budapesti zsidóságot, mert hogy mikor 44. júliusában már tömörítették oda a csendőröket Budapestre, akkor Horthy felhívta Esztergomból ezt a páncélos alakulatot a koszovós vezetésével, és ők szétzavarták a csendőröket, és így megmenekült a budapesti zsidóság. És ez ugye egy nagyon pozitív piros pont vagy értékelés Horthy mellett. Az más kérdés, hogy ilyenkor mindig elfelejtjük hozzátenni, hogy előtte már 437 000 vidéki zsidót deportáltak. Meg nem egészen így volt a sztori, mint ahogy mondtam. Mert hogy a Horthy azt mondta a Wesenmayernek, aki mint teljhatalmú megbízott és birodalmi helytartó tetvett, hogy amennyiben a németek deportálni akarnak, akkor azt végezzék ők. A lényeg az, hogy ne nekünk kelljen csinálni. Ez egy nagy különbség, azt akartam mondani, a megmentés... Amit szoktak Horthy mellett mondani. Igen, de ugye ez nem igaz. Igen. Ez nem igaz, tehát a páncélosok nem azért mentek oda, hogy megakadályozzák a németeket abba, hogy deportálják a zsidókat. A páncélosok azért mentek oda, mert a Horthy egy pucstól tartott, tehát az egésznek a deportálásokhoz egyébként nincs köze. Annál is kevésbé, mert hogy... A deportálások azok július 9-én fejeződtek be, tehát még 3 napig az elővárosokba zajlottak. Ugye például Újpest, ami ma Budapest integráns része, az akkor nem volt Budapest integráns része, az egy előváros volt, és onnan mindenkit elvittek, miközben a páncélosok ott voltak a fővárosban. Tehát nem mutatható ki okozati összefüggés a deportálások és a páncélosok között. A páncélosok nem ezért jöttek ide. Ez egy fontos dolog, és ennyiből a Horthy, hogy is mondjam, szubkultúra ezt az egész dolgot totál elferdíti. Pedig ez a Wesenmayernél le is van írva ez az egész helyzet, hogy amikor megmondják neki, hogy a magyar fél azt akarja, hogy deportáljanak ők, és nem a magyar karhatalom, erre Wesenmayer azt mondta, hogy ragaszkodunk továbbra is ahhoz az alapelvünkhöz, hogy ezt a kérdést a magyaroknak kell megoldania. Tehát, ha nem oldják meg, akkor nincs deportálás. Illetve ezzel kapcsolatban szintén az szokott vita téma lenni, hogy Horthy tudott a tömeggyilkosságokról, vagy nem tudott. Hogy ugye kikerül egy auschwitz-i jegyzőkönyv, hogy ez most ekkor került a kezébe, akkor került, akkor már tudott róla, akkor még nem tudott róla. Ugye azt is tudjuk, hogy az emlékiratait is ő átírta, illetve a menye ezzel kapcsolatban, de ezt is Horthy mellett szokták mondani, hogy hát igazából ő nem tudta, hogy ez zajlik. Szóval mi a helyzet ezzel? Hát, hogyha elolvassuk Horthy emlékiratait, akkor magában az emlékiratban is van egy olyan passzus, amikor azt írja, 1944 februárjában, hogy tehát a mondat 1944 februárjára vonatkozik, hogy felkeresi őt Stern Samu, és van valami ügy, amikor a kormánypárt jobb oldala további aktivitást és németek melletti kiállást követel, ami, és azt Horthy írja, egyenlő lett volna a zsidóság megsemmisülésével is. Tehát ő tényként ír arról, hogy a németek melletti nagyobb együttműködés a zsidóság megsemmisítését jelenti. Tehát saját maga, saját szövegébe is egymásnak ellentmondó állításokat tesz, de sokszor van olyan, hogy az ember azért nem tud valamiről, mert szándékosan nem akar tudni. Mondok egy példát, nem tudom, ki emlékszik még a Questor ügyre, igen, azt tegye fel a kezét, szinte senki, de azért páran, na. Most ugye a Questor ügy az egy olyan befektetési vállalkozás volt, aki rendre a szokványos állampapírpiaci hozamoknál 2-3%-kal több hozamot ígért. Bevallom őszintén, én is egyszer 1 millió forintot beraktam a Questorba. És a berakás pillanatában már éreztem, hogy ez nem egészen jó, és utána néztem annak, hogy de mégis mi az ördögbe fekteti be ez a cég a pénzét, és ki is vettem, mert azt láttam, hogy nem lehet tudni, hogy ők a pénzt mibe rakják be, tehát hogy mi az, ami miatt a plusz hozamot eléri. Az emberek nagy része azonban nem akarta tudni azt, hogy ez egy reális sztori vagy sem, nem akart foglalkozni azzal, hogy ezt vizsgálgassa, holott nem kellett hozzá különleges tudás, én nem vagyok egy közgazdász, tehát csupán az interneten 3 kattintásból rá lehetett jönni, hogy ez nem oké. Az emberek nagy többsége, belépve saját nagybátyámat is, jobb tudás ellenére berakta a Questorba a pénzét, ami szépen el is úszott az utolsó fillérig. És ez egy olyan eset, hogyha akarta volna, tudhatta volna, de még nem akarta tudni, nem tudta. De a Horthy esetében, és akkor itt tovább megyek, ennél sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis az dokumentumokkal igazolható, hogy a tömeggyilkosságokról legkésőbb 1942-ben már tudott a belügyminiszter, mondjuk furcsa lett volna, ha nem tudott a honvédvezérkar főnöke, igazából mindenki tudott, csak pont Horthy Miklós nem tudott. Ha ennyire hülye volt, hogy a környezetében mindenki tud mindent, csak ő nem, akkor tényleg alkalmatlan a posztjára. Tehát eleve Budapesten is tudta mindenki, aki tudni akarta, a zsidók is tudhatták volna, csak éppen, és hogy Erdélyi Lajost tudom idézni, aki egy marosvásárhelyi zsidó családban született, tehát nem is őt, hanem az egyik barátját, ő mondta ezt, hogy az apja, amikor ezeket a híreket hallotta, úgy felállt, hogy hát igen, azokat a galiciaiakat, mert azok olyanok, mint a cigányok, de hát minket, nekem 40 ingem van otthon, én a ipartestület elnöke vagyok, hát velünk ilyet nem csinálhatnak. Tehát, hogy a magyar zsidóság éppen úgy csapta be magát ebben a történetben, legjobb tudása ellenére, mint sok más ember, de Horthy egészen biztosak lehetünk benne, hogy csak úgy nem tudott tudni róla, hogy tudatosan kizárta az agyából az összes információt, ami ezzel kapcsolatos. De akkor is egy kicsit szkizofrén helyzetbe kellett lennie, mert hogy a tömeggyilkosságokról igazából mindenki tudott, aki tudni akart. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mert hogy azt is lehet hallani, ugye sokan hallatják azt is, hogy de hát amikor Horthy Portugáliában élt már a háború után, hát akkor zsidók is támogatták. Hát ez is bizonyíték arra, hogy ő milyen jó viszonyban volt a zsidókkal, és ő mindent megtett, amit lehet. Aha, hát igen, mert hogy ez a Korin Ferenc, aki tényleg támogatta, valószínűleg a világzsidósága kinevezte Korin Ferencet arra, hogy ő képviselje a világzsidóságot, de ezen belül külön a magyar zsidókat, és a magyar zsidók egységes akaratát teljesítette Korin Ferenc akkor, amikor Horthy Miklóst finanszírozta, ugye ez lenne erre a válaszom. Attól, hogy van egy elmebeteg zsidó, aki elmegy Kenderesre, és a hálás magyar zsidóság névbe koszorúz, ez ugyan az illetőt minősíti, de a magyar zsidókat semmiképp sem. Én is koszorúzhatok mondjuk a budapesti orosz követség előtt az, hogy a hálás magyarság koszorúzza a felszabadító orosz hadsereg ukrajnai dicsőséges tetteit, de ezzel maximum magam minősítem, de semmiképpen se az egész magyar nemzetet, ezt gondolom. Tehát ezek a típusú argumentációk, ezek azért elég könnyen cáfolhatóak szerintem. Igen. Jó, én még egy másik, ettől különböző dologra szeretnék rákérdezni, amivel foglalkozol, és hogyha valaki szeretne erre még visszatérni, akkor majd visszakérdez, jó? Tehát a másik terület, amivel foglalkozol régóta, ugye ez az ügynök kérdés, ez már a század második felét érinti. És a közelmúltban is voltak olyan publikációid, amik arról szóltak, hogy valaki a káder rendszerben akkor ilyen módon, olyan módon ügynök volt, beszervezett volt, és ezzel kapcsolatban voltak perek. És ugye ezeket a pereket elvesztetted. Nem mind. Vagy ezeknek egy részét elvesztetted. Emögött mi van? Hát az, hogy Magyarországon jogszerűen senkit se lehet ügynöknek nevezni gyakorlatilag. Ez van. Mert miért nem? Mert úgy van megfogalmazva a jogszabály, hogy annak a feltételnek, amit a jogszabály tartalmaz, az összesen 200 000 elvi ügynök esetből körbelül mondjuk 1000 ember feleltethető meg. Ugyanis a vonatkozó jogszabály az úgy hangzik, hogy az nevezhető hálózati személynek, aki saját kezű, vagy van saját kézzel aláírt beszervezési nyilatkozat, ami ugye egyrészt nem volt kötelező minden esetben, ráadásul ezeket a saját kézzel aláírt beszervezési nyilatkozatokat külön tárolták, és ezeket 98%-ban megsemmisítették, és ezt a törvényhozó pontosan tudta. Vagy, hogyha nincs ilyen, akkor legyen saját kezüleg aláírt nyugta, anyagi juttatás, vagy valamilyen kedvezményezettség igénybevételéről. Ezt is külön dossziéba tárolták, ezt is külön megsemmisítették, és ezt a törvényhozó pontosan tudta. Vagy legyen saját kezüleg írt jelentés, vagy nem is emlékszem, hogy fogalmaz a törvény. A 3-ból most a 2-nek kell teljesülnie, és ebből a 3-ból egész egyszerűen, hogy a B-dossziék, amiben a nyugták, meg a beszervezési nyilatkozatok lettek volna, azok abból összesen kb. Olyan 5000 darab maradt meg a 200 000-ből. Ráadásul az ügynököknek egy jelentős része soha nem kapott semmit anyagi juttatásként, így nem tudunk mit mondani. Most mondhatjátok erre, hogy hát, de akkor mi alapján mondom, hogy ügynök volt. Például az alapján mondom, hogy a saját kezüleg írt jelentései megvannak, de az ugye önmagában nem elég, vagy megvannak az átiratok a jelentéséről egy állambiztonsági iratba, szerepel egy állambiztonsági intézkedési tervből, hogy ide és ide ragúzza a Fedő nevű ügynökünket, alias Nógrádi Györgyöt, ma a biztonságpolitikai szakértő, küldjük ki. Majd van egy jelentés arról, hogy Rakka Fedő nevű ügynökünk azt jelentette, hogy konkrét példa, Kárpáti György, hogy egy ismert sportolót mondjak, Kárpáti Györgynek a 6-os kartonja az megvan, a maga a dossziéja, meg a beszervezési iratai nincsenek meg. A 6-os kartonon van kb. 8 különböző bejegyzés arról, hogy mikor melyik tartótiszt veszi át az ő anyagait. Végül az is rá van írva, hogy bűncselekmény miatt, az egy csempészés volt, kizárták a hálózatból. Valamint az összes olimpia biztosítási tervébe le van írva az, hogy a vízilabdásokat, most nem emlékszem a Fedő nevére, elnézést kérek ezért, de az ilyen és ilyen Fedő nevű személy biztosítja, ami a 6-os karton alapján megegyezik Kárpáti György Fedő nevével, és még ezen túl is egy csomó irat van, tehát iszonyatosan körbe lehet ezt az egész sztorit bástyázni, hogy a Kondor Katalin esetében is arról is van papír, hogy fel lehet vinni őt konspirált lakásra. De ez a törvényhozónak ez mindez nem számít. Ha volna fénykép egy ügynökről, amikor találkozik a tartótiszttel, ezt a bíróság nem tekinti például jogi erejű dokumentumnak. Hanem mit? Elmondtam azt, amiről tudja a bíróság, hogy nincs meg. Hát nem az a célja a törvénynek, hogy kiderüljön, hogy ki volt az ügynök, a törvénynek az a célja, hogy ne derüljön ki, hogy ki volt az ügynök. Hát ez a, tehát ilyen szempontból ez a rendszerváltásnak egy nagyon... Ha érdekes, akkor egy saját élményt elmondanék. A 70-es években jártam Szegeden egyetemre, és ott volt egy közismert, hát hogy hívják ezt, ilyen beszervező talán, aki bejött az egyetemre, és mindenkivel beszélgetett. Nekem nagyon érdemleges évfolyamtársaim voltak, elég ismertek a mai közéletben is. Ezek közül néhányról tudom, hogy rendszeresen egy kávéházban találkozott ezzel az emberrel, és hát élménybeszámolónak hívták, azt hiszem. Ezek mind pesti egyetemisták voltak, akik valamilyen oknál fogva Szegeden tudtak csak bekerülni az egyetemre. Én velem egyszer találkozott ez az ember, egyszer és utoljára, de sokakkal többször. Amikor lehetett volna hozzáférni, én is kíváncsi voltam, hogy maradt-e ebből valami. Ez nem a saját kézzel írták, hanem beszélgetés. Persze. Alapján, amikor velem beszélgetett és észrevettem, hogy jegyzetel, akkor felolvastattam vele, hogy mit ír, És a második mondat után azt mondtam, hogy most hagyjuk abba. És hogy én csak kíváncsiságból, meg nem is voltam azt hiszem eléggé óvatos, hogy kíváncsi voltam, hogy mit akar ez az ember. Amikor hozzá lehetett volna férni, én ezekből semmit nem találtam. De az természetes. Semmit, de az ember az a mai napig él, és egyébként komoly egzisztenciát mondhat magáénak. Kilépett aztán ebből a rendőrségi állományból, és civilként érvényesült. Semmit. Többször mondtam neveket, hivatkoztam mindenre, semmit nem tettek elém. Később egyébként jártam a Színművészeti Egyetemre, akkor még főiskola volt. Ott is volt az osztályban egy nagyon furcsa figura a csoportban, aki egészen biztos, hogy úgy került be közénk, teljesen outsider volt, hogy ez a dolga valószínűleg. Az ő neve alapján is, meg amit úgy nagyjából úgy hallottam, próbáltam keresni anyagot, semmit nem találtam. Jó, de ennek több oka is van, és az egyik az az, hogy egyrészt a 80-as évek iratai semmisültek meg a legnagyobb arányba. Ezek még a 70-es évek voltak. Később igen, valóban 83-ban végeztem, tehát hogy valóban... A másik pedig, hogy az állambiztonság eleve iszonyatos mennyiségű anyagot termel. Ez ma is így van, és mindig is így lesz. Tehát, hogy ugye nem lehet előre tudni, hogy milyen információ mikor lesz majd valamire jó. Tehát ezért van az, hogy törvényekkel próbálják jobb országokba korlátozni ezeket az intézményeket, mert mindenki a CIA-tól kezdve a Bundesnachrichtendienstig elvileg abban lenne érdekelt, hogy lehetőleg a Facebook információnak is a sokszorosát tudja minden állampolgárról. Mivel ezt az irdatlan mennyiségű információt persze most már könnyebb rögzíteni, de amíg ez papír alapon ment, addig ez egy probléma is volt. Folyamatosan selejtezni kellett azt, amiről tényleg kiderült, hogy semmi értelme nincs. Tehát például az olyan típusú beszervezési kísérleteket, amik már az elején hanvába voltak, ennek a dokumentációját általában fogták és kidobták, és az illetőről egy kartont tettek csak be a rendszerbe, azt, hogy beszervezése meghiúsult, hogy lehessen tudni, hogyha valaki még egyszer erre az ügyre ráfut, hogy ez nem sikerült. És emiatt az, hogy nincs úgymond meg minden dokumentum, az a világ legtermészetesebb dolga lenne elvileg, mert hogy a túltermelés miatt korabeli selejtezések is mindig voltak, de a magyar eset azért speciális, mert hogy itt még a rendszerváltás után 10 éven keresztül tudtak megsemmisíteni dokumentumokat egyébként, mert hogy csak a 3/3-as részét zárták le 1990-ben, a hírszerzés, meg a kémelhárítás az azt csinált nagyon sokáig még, amit akart. Tehát ami náluk volt, abból daráltak. Tehát azért nem kap mindenki iratot, mert hogy itt ez ilyen kecske-káposzta dolog volt, és ami a sztoriban furcsa, hogy azt megértem, hogy a úgynevezett jobboldali kormányok ezt az ügyet nem tudták megoldani, mert hogy formálisan sokkal több beszervezett közszereplő terhelte a jobboldal portfólióját. És pláne az egyház miatt ez egy ilyen nagyon kellemetlen dolog, mert mindenki bebukott volna kivétel nélkül. De ugye a baloldal nem tudta megoldani, az eléggé elkeserítő, mert hogy neki nem lett volna egy olyan katasztrofális politikai vesztesség, hogyha mondjuk a szocialista párt azt mondja, hogy jó gyerekek, itt van, tessék, sőt, tönkre tudta volna tenni vele a jobb oldalt. De nem tette ezt, és nehéz eldönteni, hogy tökéletlenségből, gyávasságból, vagy mégis miért, mert az, hogy most mondjuk nem tette meg, most nem tudja 12 éve megtenni, de mondjuk a Gyurcsány Ferenc hatalomra jutna és nem tenné meg, azt megértem, mert az emberi alkalmatlanság az egy fontos szempont. De hogy korábban nem tette meg, amikor megtehette volna, egész egyszerűen politikai bölcsességből. És nem volt ez a politikai bölcsesség meg benne, bennük ez nagyon-nagyon szomorú. Tehát nem kellett volna így lennie, én csak ezt mondom. A hivatásos állomás személyi okmánygyűjtői azok hiánytalanul megvannak. Igen? Persze. Akkor azt nem adják ki egy egyszerű polgárnak, vagy hogy? Hát, ha ő a rendszerváltás után tovább szolgált, akkor nem adják ki. Aha. Elég, igen, hogy... az érdekeltem volna, hogy ő neki ki és mit írtak. De a személyi okmánygyűjtőjében ez nem fog kiderülni, hogy ő kiket hogyan szervezett be, pontosabban alapvetően a személyi okmánygyűjtőből a szolgálati beosztásai, előbbre jutása, dicséretei és fenyítései derülnek ki. Az, amit említ, az az operatív anyagban van, ami vagy megsemmisült, vagy nem. De speciál az esztétisztekből, amit átadtak a levéltárnak, azt én két barátommal feldolgoztam, és fenn van az interneten www.szigorúantitkos.hu, lehet névre, kódszámra és mindenféle egyéb dologra keresni. De ez csak az esztétisztek, ez 2000-valahány száz esztétiszt. Aha, ez felírom. Ez megnéztem. És a hamisítással hogy áll a dolog? Eddig senki nem tudott egyetlen egy hamisított oldalt mutatni. Tehát az a kérdés, mi az, hogy hamisítás? Ha az a hamisítás, hogy a iratban található információ nem valós, olyan mindig van, hiszen számtalan oka van, amikor valaki valótlant ír le. De szerintem nem ez a hamisítás, hanem az a hamisítás, amikor valaki egy iratot visszadatál. Tehát, hogy én most csinálok egy 6-os kartont mondjuk rólad, és most, ha ilyet csinálna valaki, nem lehet berakni a rendszerbe. Mert hogy a 6-os kartonon, de minden más iraton is egy csomó olyan formai jegy van, aminek stimmelnie kéne. Vegyük ezt a bizonyos 6-os kartont. Ez ugye a nyilvántartó karton, egyébként ez ma is így működik, csak nagyrészt az egységes gépi prioláró rendszerben elektronikusan is benne van, de papír alapon is megvan. Ha valakit beszerveznek, akkor kap egy úgynevezett H-számot, ez egy élőszám. Ezt a H-számot beírják egy naplóba, ez egy folyamatosan növekvő napló, növekvő számú napló. Magyarán, ha valakit beszerveztek 1991. december 3-án, akkor a következő számot már csak december 3-a után tudják kiadni. Nem tudják korábbra kiadni, mert hogy ez egy folyamatosan növekvő, és ugyanezt a számot kell felvezetni a 6-os kartonra. Ugyanezt a számot kell, ugyanígy egy másik naplóba be kell írni, hogyha nyitnak neki egy munkadossziét, ha nyitnak neki egy beszervezési dossziét, és ezeknek a számoknak mind külön naplózottaknak kell lenni, tehát nem lehet utólag berakni a rendszerbe semmit sem. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy azért ilyen szigorú a törvény előírása, hogy megvédjen engem, hogy nehogy valaki hamis papírokkal úgy akarjon feltüntetni, hogy én besúgó voltam. Nem ez. Igen. Nagyon érdekes mi is annak a címem, az előbb, hogy a püspököket említetted, vagy a katolikus egyházat, vagy az egyházat lehet, hogy csak ennyi, hogy a tartótiszt van egy ilyen dokumentumfilm. Igen. Jól mondom a címét? Vagy, azt hiszem, hogy amikor egy tartótisztet szembesítenek azzal, igen, akikről... Igen, a Varga Ágota csinálta ezt a filmet. Igen. Azt így nem tudom, akikről besúgtak neki. Igen, mert ugye ő tartótiszt volt. Így van, igen. És neki, és között van püspök, meg szerzetes. Igen. Ugye ez csak az egyház területén mozgott ez a férfi. Igen. És nagyon érdekes volt, hogy a végén, mintha talán elgondolkodott volna, de az egész film alatt, amikor beszélt, tulajdonképpen ő úgy beszélt, hogy hát kérem szépen, én tartótiszt vagyok, besúgások, meg ezt csinálom, ez egy hivatali munka, olyan munka, mint bármi más munkahely. Hát de az csak mégis, tehát hogy ezt mindenki így fogta föl, hogy... Tehát ez ma is ugyanígy működik. Ez a világ második legősibb mestersége. Ráadásul szükség is van rá. Tehát ne legyünk naivak, ezek az emberek, már a tartótiszteket értve alatt, szerencsétlen pitiáner flótások, akik a hatalmi hierarchia viszonylag alján voltak, tehát egy kerületi kisztitkár, az egy nagyobb, sokkal nagyobb úr volt, mint ők, és őket megtenni ennek a rendszernek az igazi mozgatóinak ez egy teljes aránytévesztés volna, mint hogy az a baj ebben az egész diskurzusban, már nem a itteniben, hanem az ügynök diskurzusban, hogy azt, hogy kik voltak a politikai hatalom irányítói, azt mindenki tudta, mert mindenki tudta, hogy ki a pártitkár. Az, hogy ki volt, mert a pufajkásról tudtuk, hogy pufajkás, mert pufajkát hordott, de a tégláról nem tudtuk, hogy tégla, mert nem hordott téglát. És ilyen szempontból ennek az egész ügynöknek ugye a terhe az, hogy Horn Gyula soha nem gondolhatta senki Horn Gyuláról, hogy ő egy óriási demokrata lett volna, hiszen soha nem csinált titkot abból, hogy ő ki volt, és ilyen szempontból, aki Horn Gyulára szavazott, az tudta, hogy mire szavaz. Ezzel szemben, aki mondjuk Szabó István filmrendezőre szavazott volna, ha Szabó István filmrendező indul egy választáson, akkor egy hazug emberre szavazott volna, aki eltitkolja a múltjának egy nagyon fontos részletét, és az csak kényszer hatására, ráadásul akkor is hazug módon ismerte be, és ez nem oké. Tehát ilyen szempontból számtalan ok lehet arra, hogy valaki, hogy ismét a példánál maradjak, Horn Gyulát egy politikai kínálatból jobbnak tartsa, mint a másik alternatívát, és Horn Gyula is nem hazudott. És ez egy fontos érdem, hogy nem hazudott, legalábbis nyilván hazudott sokat, de most saját magáról nem mondta azt, hogy én nem voltam pufajkás, miközben az volt. És ez ennek az egésznek az igazi az tétje. Az történetesen tudom, hogy a Szabó István ezt nagyon szégyelte. Hát még jó. Nagyon szégyelte, és azért nem, első körben nem vallotta csak be. Tehát amikor ki is volt, Gerő, vagy ki volt, aki megtámadta? Gervai András. Gervai András az Ésben, ugye? Igen. Ott kezdődött ez a sztori. Mondjuk engem tanított, és személyesen is ismertem, és jobban is voltam vele. És szóval ez egy nehéz kérdés azért, az ő hazugsága. Mert csak megijedt, megrémült, kétségbe esett, elszomorodott, nagyon sok probléma volt ezzel a történettel. Sokat mesélt a kényszerhelyzeteiről, hogy miért volt kényszerült erre, hogy hogyan zsarolták őt meg. Most nem tudom, akkor lehet, hogy ez nem igaz, de nekem már hitelesnek tűnt. És aztán később mindent bevallott. Hát először is, bocsánat, kronológiai rögzítsük a dolgot. Nem vallott be semmit, a Gervai megírta róla, majd ezek után rendeztek egy sajtókonferenciát, ahol tilos volt kérdezni, és elmondta Szabó István, hogy élete legbüszkébb, legbátrabb tette volt az, hogy ő ezt a helyzetet ezt végig tudta csinálni, és hogy ő soha senkinek nem ártott. Tehát egyrészt folyamatosan hazudott róla, másrészt pedig úgyis még fel is dicsérte saját magát, tehát lehet, hogy remélem, hogy szégyelte magát ugyan, de a kifele nem ezt tolmácsolta, és ha valaki megnézi az anyagot, amit a Szabó csinált, az nagyon, amiket írt, illetve jelentett, abból sok minden kiderül, de a visszafogottság nem. És hozzá kell tennem, hogy Magyarországon a beszervezések fele végződött úgy, hogy a beszervezett ügynök nem ment el a második találkozóra. És minden évben a hálózat 20%-át ki kellett zárni. Tehát egy irdatlan nagy fluktuáció volt, és ehhez képest a Szabó István viszonylag sokáig volt benne ebbe a rendszerbe, de megjegyzem, hogy a saját maga tulajdonképpen a saját személyiségét megfilmesítette ugye ebben a Napfényíze című filmben, abban az összes élethazugságát előadta, ami előadható saját magáról. Tehát például a főszereplő ugye túléli a holokausztot, belép az AVH-ba, és ott nagyon sokáig nem jön rá, hogy csúnya dolgok is zajlanak, majd amikor rájön, hogy nagyon csúnya dolgok zajlanak, akkor kilép az AVH-ból, mert ez olyan tipikus AVH-s sors, hogy valaki, amikor látja, hogy koncepciós per van, akkor felmond és kilép, majd 56-ban a felkelők oldalára áll. Most ez olyan szinten hazug és abszurd, hogy tényleg az összes osztályvezető életrajzát kívülről tudom, egyetlen egy ilyen nem volt. De nem csak osztályvezető nem volt, egyetlen egy AVS se volt, aki 50-es évek elején fogta magát, ezt lépett, ráadásul arra rájönni, hogy az AVH-ba gáz dolgozni, ahhoz nem kellett mondjuk 2 év, szerintem úgy 24 órának, hogy mindenképp elégnek kellene lennie. Nem is értem. Csak az nem igaz, hogy ezek a feljelentései vagy beszámolói, ezek részben ártatlan dolgok? Hát részben ártatlan dolgok, de csak részben ártatlan dolgok, részben ártó dolgok. És akkor ugyanezt mondod a Molnár Gál Péter esetében? Nem. Nem. A Molnár Gál Péter esetében ugye az a probléma, hogy amikor valaki besúg, és mondjuk megpróbálja ezt ártatlanul előadni, és a lehető legkevesebb információt megosztani a tartótiszttel, ugye nem tudhatja, hogy a tartótiszt ezt a keveset is mire használja, de az utólagos szemlélő azért látja a szövegből az igyekezetet. A Molnár Gál Péternél látszik az igyekezet, hogy ő próbálja ezt úgy felfogni, mintha egy ilyen lektori szerepben volna, és úgy nagyon semleges, igazából végtelen unalmas dolgokat ír. Szabó Istvánnál meg ilyen ötleteket ad a tartótisztnek adott esetben, hogy kikapott mondjuk Nyugatról rádiót, meg ilyenek. Tehát én teljesen felesleges plusz információk vannak a Szabó István szövegeiben, amire senki se kényszerítette őt. Ezek hozzáférhetők? Persze. Igen? Ez abszolút hozzáférhető, de a Gervai is publikálta. Szóval a Molnár Gál Péter ügyében eleve nem az a kérdés, hogy ki volt ügynök, hanem mindig az a kérdés, hogy mit csinált ezzel a helyzettel. Tehát mit csinált belőle. És mondjuk Molnár Gál Péterrel is igazából nem az a baj, hogy ügynök volt, hanem az, hogy ezt eltitkoltam. Ha kiállt volna a nagy nyilvánosság elé, mindenkinek meg akartak bocsájtani. Tehát amikor a Megyesről kiderült, hogy izé volt, esztétiszt népszerűbb lett tőle ráadásul, és szerintem én nem látom azt a tömeget, aki lincselni akarta volna az ügynököt, tehát a Tar Sándornak is megbocsátottak, holott neki aztán tényleg nem kellett volna. És ez hogy lehet? Már micsoda? Hát mondjuk én csak kocsmából ismertem a Tar Sándort, tehát félrészegen vagy merevrészegen, de zseniálisan írt. Igen. Fantasztikus, tehát zseniális, tehát az ő világlátás elképesztően csodálatos irodalmi. Ez így van. Történetleg, irodalmiletleg. Hogy jön ez össze? Hát miért kellene egy írónak, erkölcsös embernek kellene? És én? Nem kell írónak lenni. Ezt nem értem. Ezt nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, hogy valaki így ír, ilyen tökéletesen, ilyen zseniálisan, nem tudom, Feri, hogy tudsz erre válaszolni. Szabó István nagyszerű filmeket csinál. Nem, ezzel nem teljesen értek egyet, a filmjei nagy részében mindez benne van. Jó, személyisége benne van. A Tar Sándor novelláiban ez nincs benne. Leni Riefenstahl is nagyon jó filmeket csinált. Mondjuk lehet azt mondani, hogy Szabó István egy ideig remek filmeket készített. Most az persze, de jó, csak ez az esztétika meg a modell. Meg kell ma nézni a szerelmes filmjét. Bizalom. Csak valóan lesz. Csinált kiváló filmeket, de itt nem ez a kérdés. Én nagyon szeretem Szabó István, de én megrendültem, amikor ezt próbáltam róla, és szó szerint rosszul lettem, gondolatilag, és aztán elkezdtem azon pilózni, hogy ettől a művészi nagysága ki kellett dobni a fürdővízzel a gyereket, tehát el kell utasítani a műveit, azért, mert ilyen volt. Szerintem ez itt a nagy kérdés az én számomra. Nem kell elutasítani, ezt senki sem mondja. Szerintem épeszű ember nem mondhatja azt, hogy a mű attól, hogy a szerzőről kiderül, hogy egy aljadék veszítene az értékében, mű mindenképp ott áll. Tehát a Velszi Bárdok is, azt gondolom, kiderülne Arany Jánosról, hogy a osztrák titkos rendőrség ügynöke volt, a Velszi Bárdokat akkor is tanítani fogják, legalábbis remélem, a gimnáziumokban vagy általános iskolában, azt hiszem 7. osztályos tananyag, vagy 6. Igen. Ugye ott az történt, hogy amikor a Tar megtudta, hogy ki fog derülni róla az, hogy ő besugó volt, akkor nem azt csinálta először, hogy megpróbált volna az áldozatokkal kapcsolatba kerülni. Nem azt csinálta, hogy ír egy cikket, amiben elmondja, hogy igen, sajnálom, hanem először a tartótisztjéhez ment el, és attól kért védelmet. Mindezt 1998-ban, vagy mikor, amikor ez az egész ügy volt, és ezt ráadásul saját maga írja le. Tehát ezt Bal Sándor saját maga írja le, hogy ez volt az első reakciója, amikor elkezdte sejteni, hogy mások is tudhatják ezt, akkor visszament a tartótisztjéhez, ami egy egészen drámai fordulat, tehát ilyen Stockholm-szindróma valahol, de és aztán, én ezt megírtam viszonylag részletesen a Tar Sándor ügyet ebbe a Szembenézés hiánya című könyvemben, hogy amikor kibontakozott ez az egész polémia, akkor ő magát kizárólag és csak is kizárólag áldozatnak akarta láttatni, és semmit nem ismert el abból, hogy neki bármilyen felelőssége is lenne ebbe a történetbe. Ami azért volt rettenetes, mert egyébként mindenki meg szeretett volna neki bocsájtani, including saját apámat, akit besúgott. De a bocsánathoz ugye bűnbánat is kell, tehát anélkül nem nagyon működik. És igazából bűnbánat nem volt, csak hárítás volt. Ráadásul utána a végén még át is csúszott igazából egy ilyen zsidózásba az ő részéről ennek az egésznek a feldolgozása, ami aztán teljesen... De konkrétan a jelentéseiben is aljadék volt? A jelentéseiben nem ismert, fogalmazunk úgy, nem ismert különösebb gátlást, hanem mindenről beszámolt, ami érdekelte a tartótisztet. Fogalmazunk ki. De ezt meg lehetne bocsájtani, tényleg ő egy kiszolgáltatottnak gondolta ott magát, megzsarolták, ez is igaz, homoszexualitással, teljesen mindegy. Az aljasság nem az, hogy ő ott abban a helyzetben így reagált, mert ezt meg kell tudni szerintem érteni, meg kell bocsájtani. A problémák 1990 után vannak, amikor ő azt gondolja a tartótisztjéről, aki őt tönkretette, ahelyett, hogy kiállt volna a nagy nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy ez is, ez az ember engem zsarolt, tönkretette az életemet, arra kényszerített, hogy a barátaimat besúgjam, nagyon sajnálom, de ő tett, ehelyett hozzám egy védelemért. Tehát ez borzalmas. Ez borzalmas. És ugye van amikor arról beszélünk, hogy ki az áldozat, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valamilyen sorrendet mégis kell tudni állítani. És a sorrend az úgy néz ki, hogy az első áldozat, akit ő besúgott. Az az első áldozat, utána jön Tar Sándor, aki szintén áldozat, és utána jön a tartótiszt, aki a legkevésbé áldozat, mert hogy azt nem kényszerítették erre a szakmára, hanem ő különböző szempontokból ezt vállalta. Szóval ezek a kényszerítő dolgok, ezek valamennyire azt csinálják, hogy akkor ezek az emberek valamiért felmenthetők. Sok mindenért fel lehet menteni embereket, kivéve azzal, hogy 1990 után ezt nem mondták el. Mert mindenki meg akart nekik bocsájtani, de senki nem tudott, mert hogy hazudtak. De egyébként hozzáteszem, hogy mivel hogy minden beszervezett esetében 50% esély volt arra, hogy már a második találkozóra nem megy el, és tömeges dokumentumok vannak arra. Most mondok egy példát, beszervezik X-et, akit a beszervezés után fél évvel ki kell zárni, és a kizárás azért történik, mert hogy X-nek a kézzel írt jelentéseit, a feleség csodálkozott mindig, hogy a férj az rendszeresen távol van bizonyos időpontokban, és féltékeny volt, de a zsebeit átkutatta, és megtalálta a jelentéseket. Férjét ezért, idézem az eredeti szöveget, felelősségre vonta, és megtiltotta neki azt, hogy ezt tovább csinálja, és ezért a Komárom megyei rendőrkapitányság arra kényszerült, hogy a feleséggel szemben tehetetlenként kizárta a hálózatból. Másik eset, apa és fia, mind a kettőt beszervezik, a fiú a szellemi fogyatékos egyébként. A apa, aki már régebben beszervezett, megtudja, hogy a fiát beszervezték, ezen annyira felháborodik, hogy bemegy a rendőrkapitányságra, botrányt csinál, és mind a kettőt ki kell emiatt zárni a hálózatból. 1969-et írunk. Most nem jut eszembe a neve, de majd eszembe fog jutni. Egy nyilas képviselő, aki pótválasztáson jut be a parlamentbe, és utána elítélik 8 évre, majd a börtönben, ugye az azért elképzelhetjük, hogy egy ilyen 1949 körül ott a gyűjtőben az nem volt egy hotel, közlik vele, hogy hát ha mennyiben hajlandó nekünk dolgozni, akkor hajlandóak vagyunk arra, hogy kiengedjük majd a családjához, aki akkor már Nyugat-Németországban volt. Erre a csávó azt mondja, hogy hát én úgy gondolom, hogy a besugás a kommunisták feladata, mivel én nem vagyok kommunista, ezért ezt nem vállalom, inkább itt maradok. És akkor annak volt egy komoly, tehát ott volt tétje ennek a mondatnak, mert tényleg ült még 3 évet ezért. És olyan sok ilyen van. Tehát a magyar amikor ezeket az ügynök aktákat olvastam, sokkal jobb képem lett a magyar társadalomról, mint amit egyébként gondolnék, mert hogy a tisztesség, a helytállás és a becsület olyan tömeges jelenségeivel találkoztam, amit nem is gondoltam volna. Úgyhogy néha kifejezetten jó ezeket az ügynök anyagokat olvasni, mert hogy itt van Tordján József. Tehát a Tordján, akit ugye 57-ben behívogatnak, és elkezdik így becserkészni először, hogy nagyon finoman. Ugye a Tordjánnak volt egy kis vaj a fején, mert az egyik forradalmi bizottságban is tag volt, és akkor először aláír egy beszervezési nyilatkozatot, amit ott visszavesz és aztán eltép, tehát még a beszervezés alatt, majd elkezd egy vitát folytatni a tartótiszta arról, hogy sokkal jobb lenne, ha több pártrendszer volna, és hogy egyébként is ő úgy gondolja, hogy neki ez nem a feladata. Ezt 1957-ben csinálja. Tehát a Tordján egy volt tényleg egy, tehát nagyon sok rosszat el lehet róla mondani, de ebbe az ügybe előttem felmagasztosult. Elnézést? Igen? Azt szeretném kérdezni, hogy túl azon, hogy a mindenkori politikai hatalom mit tesz meg, vagy leginkább nem tesz meg az ügynök nyilvánosságát. Az olyan aktusok, mint a Szabóé, mint a Tarts Sándoré, akarva-akaratlanul táplálják, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy ez ne kerüljön nyilvánosságra, ne dolgozódjon föl, ne legyen egy kibeszélt múltbeli esemény. De nem, fordítva. Tehát szerintem hozzájárulnak ahhoz, hogy feldolgozódjon, hozzájárulnak ahhoz, hogy kibeszélődjön, hiszen mi más járulna hozzá, mint az, hogy egyes emberekről kiderül, és ez arra kényszerít mindegyikünket, hogy valamilyen módon viszonyuljunk ehhez a történethez. De az én esetemben konkrétan az is megtörtént egyszer, az ésbe, hogy ellenem aláírást gyűjtött a baloldali értelmiség nem jelentéktelen része azért, mert egy köztiszteletben álló múzeumvezető emberről beidéztem a jelentéseit, vagy nem is a igáját. Mivel maglóra volt véve az a stílus, hogy beszélgetett a tartótisztjével meglehetősen obszcén módon, én ezt szó szerint idéztem, mert kontextushoz szükségesnek tartottam, és akkor ezen nagyon sokan fel voltak háborodva, hogy én egy ilyen nagy érdemű embert ilyen csúnya helyzetbe hozok. Érdekes módon ugyanaz a társaság, amikor Paskai Lászlóról derült ki, hogy ügynök volt, nem tiltakozott ez ellen. Tehát mindig vannak ezek a mosogató brigádok bal vagy jobb oldalról, akik felállnak, amikor az ő szentelnüket valaki bántja. Ki volt ez? Ez a pécsi Pécsi Múzeumnak volt a vezetője, egyébként most már nem fogja tudni senki a nevét, és nekem se jut eszembe, de majd eszembe jut, és akkor megmondom. És ez ilyen fontos volt a baloldalnak? Hát annak az értelmiségi közegnek, aki az ést olvasta, annak legalábbis 50 embernek volt annyira fontos, hogy ezt aláírja, meg nyilván ez szervezett aláírásgyűjtés volt, tehát nem biztos, hogy mindenki spontán írta alá. De mit kifogásoltak, hogy obszén volt, vagy hogy jelentett? Úgy vélték, hogy én a kontextus bemutatása nélkül egy ember emlékét ezzel meggyalázom, hogy én ezt nyilvánosságra hozom róla. Bocsánat, egy olyan kérdésem lehet esetleg, hogy történt mondjuk aláíráskommisítás, vagy olyan, hogy valaki nem ment bele, nem írta alá, de mégis bekerült ebbe a meghába? Igen. Történt olyan, hogy valaki nem írt alá, és mégis bekerült. Én találkoztam egy ilyen esettel, ez egy diósgyőri lőtérnek egy dolgozója volt, mert csak ugyan volt ebben az egész állambiztonsági rendszerben egy ilyen önmozgás, hogy a tartótiszteknek kellett produkálni mindig új beszervezetteket. Csak ennek van egy nagy problémája. Produkálnak egy beszervezettet, aki nem csinál semmit, az előbb-utóbb kiderül. Tehát, hogy beszerveznek valakit, a vonatkozó, van egy elég szigorú belső protokoll, kell minden évben írni róla jellemzést, kell nyitni munkadossziét a jelentéseinek, arra külön számot kell elvileg kérni, szerepeltetni kell az éves munkatervbe, hogy mit csinálnak vele, és így tovább, és így tovább. Ez az illető, ez egy kémelhárítási vonalon lett beszervezve, mert az volt a lényeg, hogy a CIA ne tudja megfigyelni a Miskolc melletti lőteret, hogy ott a szocialista erők milyen fegyvereket próbálnak ki. Ez egy... Tehát ebből lehet látni, ezért ez nem volt a legkomolyabb és legfontosabb izé, és pont ezen a kémelhárítási vonalon nem volt életszerűtlen, hogy egy ilyen ember nem produkál jelentéseket nagyon, mert hogy eleve neki csak azt kellett volna mondjuk jelenteni, hogy látott-e diplomáciai rendszámú gépkocsit a lőtér területén. Egy Tar Sándor esetében, aki be van dobva a rendszerellenes értelmiség kellős közepébe, ott ez nem működik így, hogy nincs jelentés. Tehát akkor őt ki kell hogy zárják. Így is mindig voltak felülvizsgálatok, és elvileg ezeket kizárták. Mondom, én egy esettel zárták volna Tar Sándort is. Hát ha nem jelentett, aha, akkor ki kellett volna, hogy zárják. Tehát egy nagyon szigorú belső protokoll volt, és van mind a mai napig, mert voltak problémák is abból, hogy a tartótiszt például a beszervezett ügynökkel szexuális iszonyt létesített, felvette a kávépénzt, és magára költötte, elszámolta a benzint, és nem arra. Tehát rengeteg ilyen csalás volt, és ezeknek a csalásoknak a kiküszöbölésére a rendszerben nagyon sok, hogy is mondjam, olyan mechanizmus volt, amit ez gátolta. Ennek ellenére mindig előfordulhatnak ugyan csalások, de a csalások nem, csak ilyen teljesen érdektelen emberekkel tudnak működni, aki abszolút nincsen szem előtt, mint ennek a lőtérnek a portása. De hogyha kizárhatóak, ha nem tesznek eleget, igen, a kötelezettségüknek. Így van. És mégis eleget tesz, akkor tulajdonképpen önszántukból folytatták folyamatosan, azt az egészet élvezték, vagy miért? Ez egy nehéz ügy, hogy ki miért teszi ezt, de... És főleg miért hivatkoznak később arra a saját felmentésükre, hogy kényszerítve voltak, meg zsarolták a családot, meg nem. Hát miért, hogyha... Hát most a Forgács Andris, ugye, aki nekem kortársam, én folyamtársam, írt ugye az anyukájáról, és folyamatosan azt olvasom, hogy az egész család kényszerhelyzetben volt. De ez nem igaz. A Forgács családja esetében biztos nem igaz, de megjegyzem, ha ma megkérdezik mondjuk a Klik dolgozóit, hogy ők miért vannak ott, ahol vannak, valószínűleg azt fogják mondani, hogy kényszerhelyzetben vannak. Nekem van egy ismerősöm, első barátom, aki diplomata, és én többször megkérdeztem tőle, hogy nem gondolod el, hogy ez a munkahely ez téged tönkretesz, és ez vállalhatatlan, amire azt széttárta a kezét, az illető egy atlantista gondolkodású ember, aki egyáltalán nem ért ezzel, ami egyetemi történik, és azt mondja, hogy nekem el kell tartanom a családomat, és hogy én kényszerhelyzetben vagyok. Nyilván ezt mindenki mondhatja, hogy kényszerhelyzetben van. És Eszterházy Péter papája? Azt tudom mondani, hogy ha összesen a 1945-től 1989-ig volt 400 000 beszervezési próbálkozás, 200 000 olyan, ami eljutott oda, hogy az illető egyszer azt mondja, hogy igen, és ebből a 200 000-ből soha nem volt egyszerre több benne a rendszerben, mint 6-8 ezer fő, és minden évben kivágtak 1500-2000 embert, mert nem volt hajlandó dolgozni, akkor mindenki ezek után döntse el, hogy mennyire volt ez föltétlen szükséges. Nyilván mindenkin volt kényszer, egy totális diktatúrában mindenkin van kényszer, de ma is mindenkin van kényszer, aki állami szolgálatba megy bizonyos munkahelyeken. Ez most is van, el kell dönteni, hogy mi az, amit bevállalunk, és mi az, amit nem vállalunk be. De nem lehet, a kényszer az nem totális. Ma se kötelező elmenni a pesti srácokhoz újságírónak. Nem kötelező. Ha valaki újságíró, tud választani munkahelyek között, bár biztos rosszabbul fog keresni az egyiknél, mint a másik, de nem kötelező elmenni mondjuk a közmédiához. Szerintem nem köteleznek erre senkit. Nem, csak a pénz motiválja őket. Igen. Vagy a félelem, hogy pontosabban a félelem az összefügg vagy a pénzzel, az egzisztenciára lesz visszavezethető. Az pénz teljesen, és az egzisztencia? Számomra ezek teljesen egyértelmű dolgok, nem is lenne egzisztenciája, vagy nem lenne megélhetési lehetősége. Tehát egyszerűen ezek ilyen megélhetési, igen, karrierista újságírók, ez nyilvánvaló. De... Jó. Az Esterházy apja nyilván sok mindentől félhetett, meg nagyon rossz emlékei voltak. Karabélyos Imre csendőrőrnagy, aki a Nemzeti Számonkérőszék budapesti csoportjának parancsnoka volt, őt is beszervezték, megzsarolták, mihogy elég sok disznóságot csinált, mint a Nemzeti Számonkérőszék, ez egy nyilas szervezet 1944. október 15-e után, tehát el tudjuk képzelni, hogy ezek ott mit csináltak. Karabélyos Imre 1950-től 56-ig ügynök volt, többeket fel is dobott, 56 után nem disszidált, azt hitte, hogy ennek az egésznek vége. Szerv ismét bekopogott nála, hogy akkor folytassuk, ott a labba adjuk. A Karabélyos közölte, hogy neki ebből elege van, erre mondták, hogy akkor bírósági per, mondta, őt nem érdekli, felakasztották. De ennek tudatában se vállalta. Azt mondta, hogy ő nem csinálja tovább. Tehát akkor még nem létezett az, hogy kizárják, hogyha nem jelent. Létezett akkor is, csak a Karabélyos Imre számláján volt mondjuk 86 tömeggyilkosság egyrészt, másrészt kellett 56 után nyilasokat meg csendőröket akasztani, mert volt rá politikai igény. Tehát ő pont a legrázósabb időszakban volt képes azt mondani, hogy nem, és ő tudta is, hogy ezért őt fel fogják akasztani, csak egész egyszerűen meghasonlott azzal a feladattal, amit csinálnia kellett, látta, hogy ez mit jelent másoknak, és elege lett. Tehát vértanúk is, konkrétan vértanúkat tudok mondani, akik tudták egyszer azt mondani, hogy nem. És az Esterházy apjának nem volt ilyen, tehát ott nem merült fel azt, hogy őt most lecsukják, vagy megverik, hogyha azt mondja, hogy nem. Félt, én is félek egy csomó helyzetben, és szinte mindenki, aki itt ül, félt már az életébe. De a félelem az nem világnézet. Tehát az nem lehet, hogy mindig csak a félelem döntse el, hogy én mit csinálok. Sokszor eldönti, de nem kell mindig eldöntenie. Hát nyilván vannak olyan helyzetek. Igen. Én szeretnék visszakanyarodni a mostani témához. A kiugrás. Nem tudom, mennyire volt az ön kutatása alapján, mennyire volt reális az, hogy kiugorjunk ebből a háborúból, és hogyha sikerül, megvalósul ez, a Magyarország jövőjére nézve mit jelentett volna ez? Hát ez a fő kérdés a könyvnek, ugyanis azt állítom, hogy ez teljesen reális volt, és kizárólag Horthy Miklós akaratán múlott. Tehát ha ő nagyon akarta volna, akkor ez valóban sikeres lett volna, és ez a bizonyos térkép ízelítőt mond egyrészt abból, hogy ez mit jelentett volna, de tovább megyek. Képzeljék el azt a helyzetet, hogy Horthy Miklós október 15-én este, vagy 16-án reggel, tehát minden úgy történik, ahogy volt. Csak 16-án reggel fél hatkor azt mondja, hogy nem, mégsem megyek át a német követségre, itt maradok, és ha jönnek a németek, akkor tűzharc. Ugye ez volt eredetileg is beígérve, és a Édelszheim Gyulai Ilona is ebből indult ki, hogy ez lesz. Akkor az történt volna, hogy kitör a lövöldözés a várba, a 1,5 milliós főváros páholyból nézheti végig, hogy a németek lövik a várat. Valószínű 24 óra alatt nem boldogultak volna vele, tehát hogyha a varsói gettót se sikerült felszámolni, például azért sokkal szarabbul voltak felfegyverkezve a ottani zsidók. Ez a testőrség ez nagyon jól fel volt fegyverezve, és kicsit vannak ilyen képek, amikor a Királytigris áthajt egy ilyen szekerekből rögtönzött barikádon, ami totál félrevezető, mert azon persze könnyen áthajt, csak az a szekerekből álló barikád az előtte tányéraknákkal volt biztosítva, és mögötte több páncéltörágyú volt beállítva. Tehát nem a barikád állította volna meg a királytigrist, hanem a páncéltörágyuk, meg a speciális magyar lövőtányérakna, ami oldalról átütötte volna ezeknek a királytigriseknek is a páncélzatát. Én csak azt állítom, hogy a rendelkezésre álló erőkkel katonailag a királyi várat egy-két napig simán tartani lehetett volna, de ezt Lázár Károlyi testőraltábor nagy azt mondja, hogy akár egy hétig is. Vajon a magyar közigazgatás ugyanazzal a meggyőződéssel teljesítette volna a nyilasok parancsait, hogyha azt látja, hogy a kormányzó ott a várban kitart? Vajon legitimnek tekintették volna ezek után Szálasi Ferencet, és felesküdtek volna rá a katonák, hogyha azt látják, hogy a legfelsőbb hadúr úgy viselkedik, mint a legfelsőbb hadúr? Vajon a fronton a magyar csapatok ne tudták volna meg egy órán belül telefonon azt, hogy Budapesten mi zajlik, és ne orientálta volna őket ez arra, hogy nekik mit kell tenniük? Tehát, hogyha az összes kapcsolat meg is szűnt volna a királyi vár és a külvilág között, abból a puszta tényből, hogy német katonaság folyamatos tűzharcot vív a várban a testőrséggel szemben, ebből mit vont volna le egy átlagos magyar katonatiszt a fronton? Hogy neki hol van a helye? Az biztos, nyilván ekkor is lettek volna olyanok, akik azt mondták volna, hogy inkább a németek oldalán harcolunk a bolsevizmus ellen. Voltak ilyenek, ez nyilvánvaló, de a többség nem így járt volna el, és ez mérhető. Rajnerem János, a volt munkai főnököm, neki van egy könyve, az a cím, hogy Századosok, és ő a apjának a Ludovikás évfolyamát vizsgálta, ez 180 életrajz. És többek közt azt is vizsgálta, hogy ezek az emberek mit csináltak 1944. október 15-én, illetve mit csináltak utána. Az az érdekes, hogy a hivatásos, ezek ugye hivatásos tisztek kivétel nélkül, a hivatásos tisztekből, aki 45-ben életben volt, annak a messze túlnyomó többsége visszajött Magyarországra, és aki Magyarországon volt, annak a messze túlnyomó többsége szolgálni akart az új honvédségben. Na most, hogyha 45-ben nem volt büdös nekik az új honvédség, akkor 44-ben se lett volna büdös az, hogy a szovjetek oldalán harcoljanak a németek ellen, ha erre parancsot kapnak. Meg a katonaság az egy egyszerű intézmény, tehát ott parancs van, és gondolkodni nem, hogy nem szükséges, hanem kifejezetten kontraproduktív, nem erre képzik ki egy bizonyos szint alatt az embereket, pontosabban korlátok közé van szorítva, hogy mind kell gondolkodnia